Szép estét, szavaztok srácok, hello, hello, üdv mindenkinek a csatornának, kinek van meg az FS19. Na, akinek megvan gyerekek, akkor az jöhet is velem ide a nagyfaterhoz, egy jó kis játékkal gyerekek. Ugye az Epic Games-en ingyenes a farming simulator 19, le lehet tölteni gyerekek, minden működik. Bár a szerverek le vannak terhelve, ugye mi vagy világszintű a játék, elég sokan letöltik, mi vagy ingyenes, és elég problémás bejutni a szerverbe. Na, gyerekek, akkor meg is mutatom, hogy hol vagyunk. Itt vagyunk. Itt vagyunk a játékban. Aki szeretne jönni ugye a leírásba, ott van, hogy itt vagyok az International, FS19, és akkor Video YouTube Gaming, kakas a jelszó, elé egész nyugodtan lehet jönni, akinek van kedve, Discordon pedig, itt vagyok Bencével, vagy nem tudom, hogy Bence az most jönni fog-e, vagy nem fog jönni, Benceben van az FS19 live szobába, úgyhogy ide jöhetek a Gergő, meg én pedig a YouTube chatbe a meghívót beraktuk, úgyhogy egész nyugodtan lehet jönni gyerekek, és itt pedig már nyomatom is a zenebonát, ami nem ez lesz, hanem ez lesz egy jó kis Feri meg az anyósa. Na, szevasztok közben meg a cseten, üdvözlök minden egyes kedvest és kedvetlent. Olivier Gáspár, még egy ilyen kérdés, és akkor viszontlátása lesz neked, mert utálom ezt a koronázási hülyeséget. Koronás cukor, gyerekek, koronás cukor, nem koronavírus, koronás cukor. Az a lényeg. Na, akkor szevasz Olivier, szevasz Gergő Jakab, ki van még itt? Hexagon 2 van itt, Dani Fejes, és más nincs. Meg a Nightbot. Meg a Nightbot, így van. Zalai Kabán is itt van. De ezt javítom gyorsan Kabai Zalára, nem Zalai Kabára, hanem Kabai Zalára. Zalai Kabán, szevasz. Zalán Kabai, egy kis Kabán Zalai. Ati Attila is itt van, hello, hello, sziasztok gyerekek. Na, nagyfaterhoz lehetne jönni. Látom, hogy a Nightbot is dolgozik rendesen. Lehet sikerült megcsinálni a Nightbotot is. Nagyon jó. Na, amit tudni kell erről a mapról, nem tudom, hogy kik azok, akik ismernek, nem ismernek, akik itt vannak, akik nincsenek, akik újak, akik régiek, azok így nagyjából, a régebbiek azok tudják, hogy én nagyon rá vagyok cupanva erről az Allstream Farmra. Gergő, jöhetnél DC-re, jut eszembe. Na, az van, hogy rá vagyok cupanva erre a farmra, és ugye egy-két dolgot már ide lepakolgattam, ugye ezt a Joey-t csináltak, banánosék, ezt a jó kis szintet, kocsi szint. Úgyhogy yes, nagyon kis prima kis mapocska ez, jó kis autentikus gépekkel. Na hát gyerekek, lehet jönni, én várok egyelőre, meg is nézem a térképet is, hogy hogy állunk. Úgy állunk, hogy itt legutoljára, mennyi Taikához, zsír királyság, Tai is 19-et live-ol? Hát akkor hajrá! Hol vagyunk? Talaj összetétel, szántást igényel, jó, engem ez nem érdekel, az érdekel, hogy nekünk miénk van és mit lehet aratni. Na, az van, hogy nekünk van. Mit is lehet aratni? 21, 23, 22, 25, ezeken a földeken pedig. Hello Gabi! Van napraforgónk, van... mi? Zab talán, meg szójabab. Nagyon jó. Szerintem elég ez a hangerő. Nyomjad fel egy kicsit a telefonodon a hangerőt. Arrébb tudom rakni a raklapot, hogyha ilyen kevés cucc van rajta. Ezt se tudtam.
Fasza. Nagyon frankó gyerekek. Na, akkor én fel is készülök erre az aratásra, ami azt jelenti, hogy ki kéne vinni akkor oda pótkocsit, meg kombányt, meg ilyesmit, amíg ti jöttök. Ó, és működik a pedálom is, meg mindenem, úgyhogy tökéletes. Ojj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 
Na, hogy állunk? Nézzünk valami pótkocsit. Valami jó kis pótkocsi kéne nekünk. Ment a like, ó, köszi szépen Gabikám. Most azt nem tudom, hogy ebbe a pótkocsiba, ebbe most Kurucki Laci is jön. Gyere Laci! Várjatok mutatásra, rámegyek. Most miért nem csinálja itt most nekem a jóságot. Zalán Kabai, ez az. Egyszer lesz setup bemutatás? Mármint hogy setup bemutatás? Mire gondolsz? Milyen setupra gondolsz? Most azt nem tudom, hogy ez most silósra van megcsinálva, vagy sima cuccra. De ez valószínű, hogy csak siló megy bele. Süt Ákos, hello Ákos! Szia! Viszont ebbe biztos, hogy fogunk tudni rakni cuccot. Az, hogy mivel csinálod a Steamet? Aha! Persze, csinálunk olyat, hogyne, csinálhatunk, hogyne. Pont Zotya37-nek segítettem ma beállítani a Streamlabs OBS-t, mert ő neki elég rakoncátlanul volt. Például a stúdió gép, ja, hogy milyen a stúdió, meg ilyesmi, a szob, itt vagyok a szobába, gyerekek, de majd. Majd... Na, Mihály Vadász is itt van. Na, kimegyünk itt ezen a kapun. Nem szoktam ezt a kaput használni, de akkor most kimegyünk itt. Na. Zator is itt van. Hello, Zator, szia! Na, szóval az atyának segítettem. Sikerült is beállítani neki a Streamlabs OBS-t, úgyhogy hála a jó Istennek. Merre kell menjek? De jó kis zene ez, gyerekek, jaj, de jó kis zene ez. Na, Taika is live volt? Mit live volt, Taika? Szabad a gazda! Taika is farmingot live volt, gyerekek. Taika is farming szimulátor 19-et. Megyek csak, felmegyek DC-re, oké. Hány giga a letöltés, Dani Fejes? Hát, mármint milyen letöltésre gondolsz? Nem tudtam, közben professional farmingozok. FS19-et farmingot. Hány giga alatt? Mi van? FS19-et live-ol, aha. Igen. Hol vagyunk? Merre kell menni? Erre kell, nem arra kell, az előző. Kereszteződésnél kellett volna lemenni. Na mindegy. Akkor körbe megyünk egy kicsit. Ismerd meg hazádat. FS15, hogy el? Gabi, be van modolva. 19-et ígértem, a 15-ből is indul majd a sorozat. A 15-re kell egy jó kis mapot találni, de valószínű, hogy majd lehet, hogy az Alföld map lesz a kiválasztott. Hú, mekkora kiflit csinálok én ide, gyerekek, azt a mindenit. Gyere, Lacikám!
Mó, Istenem, mekkora kúszút csináltam én, te jó Isten. Nem baj, legalább megmutatom a mapot az újonnan érkező embereknek. Újlakon? Alsó Újlakon játszol? Na, az is jó map. Megvan nekem is, be van töltve. Dani fejes, te is gyere, akkor szeretettel várlak téged is. Nyugodtan gyertek, srácok. Majd elkanyarodunk Balerakuda. Itt meg elkanyarodunk Jobrakuda. És akkor itt van nekünk ez a 23-22-21, igaz, gyapotot azt nem tudunk, mert nincs hozzá ilyen régi autentikus eszközünk. De majd, hogyha lesz, akkor behúzlak? Hogy ne húználak, Misikén? Várj egy pillanat, csak akkor ki kell altaboljak, és akkor már itt is vagy, hogyha jól látom. Szép jó napot! Hello, ciao, ciao, Miska! Mi a helyzet? Jössz? Persze. Na, helyes. Helyes. Először megnézem, hogy benn vannak a modok, azt utána megyek. A nagyfater modok kellenek hozzá egyébként. Az új modokban, 19-ben abban benne van. Igen, azt hiszem benne van. Új modokban is. Azt hiszem benne kéne, hogy legyen. Mindegy. Betűk benne kéne. Kéne. Úgy gondoltam, hogy akkor ezt először levágjuk ezt a melyiket? Ezt a 22-est. Ez pedig a... micsoda? Recefice. Melyikkel vágjuk? 204-essel vágjuk, vagy a... Nem vágjuk ezzel. Melyik a forsittel? Vágjuk a forsittel. Én meg most megyek a barátaimmal, multizok Alsószegen. Oké, Ákos. Balázs nem jön? Nem tudom. Akkor lehet, hogy a Vimapunkat csinálja. Lehet. Alsószeg, amíg ja, ezzel pedig itt fogok elmenni a kertek alatt hátul. Csak ezzel nem biztos, hogy ki fogok így férni. Biztos, hogy nem fogok ki férni, úgyhogy... Úgyhogy... amarra kell menjek. Hülye voltam, rossz irányba indultam el. Oké, Ákos. Dura, ruházd be egy pár 204-re. Hát, a 204 az hol már lehet. Hol találom meg a mappot? Internationalen. Jó. Hát, tegnap előtt nagyon szép volt húlva az egész. Hát igen, annyira sokan töltötték le, és akkor... A Bers. Nagyon sokan mentek mindenhova. Jaj. Viktor Völgyi is itt van. Hello, Viktor. A jelszó. Kakas a jelszó, de egyébként a leírásban ott van minden. Azt tudom, hogy kokosi jelszó, csak ugye van, amikor nem volt fönn, van, amikor van, nálunk is, ez mindig. Ez minden, hun így van, hun úgy ezt kell. Misi, elfogadás persze.
Elfogadnak misiként, mondja a rádió, hangere 50%, jó, oké. Már ma 9 szó keltem, délután 2-ig vászkattam. Az igen. Ja, ezért csütörtökön már ugye előbb jöttünk az esülükbe, akkor, is vágtam fát, azt széthullott a kuk. Figyelj. De mi baj alatt? Ott lenne a rúgó. Micsoda? Ott a rúgó. Ja? Szóval azt megcsináltad. Favágás után. Na szépen. Hú, nekem meg itt melegszik a söröm az asztalon, hallod? Hadházi Levente, hello! Itt az FS19 live, úgyhogy lehet jönni, Levente. Misi már kapcsolódik a szerverhez. Most szinkronizál. Igen. Most mi a szinkronizáció, gyerekek? 15 már fenn van a gépen. Jaj, gyerekek, azt a mindenit. Hányan vagyunk? Ismerős. 80. Hol? Ja, igen, 80. Ismerős, megkérdezem, hogy nem eljön. Na figyelj, megkérdezheted nyugodtan. Hogyha megvannak neki a modok. Meg hát. Na. Hát ugye a te modod van, meg mi is kapcsolunk a modot, és úgy játszunk. Ki ő? Suliba ismerős. Ja? Nem volt még fenn nálad se. Ja? Kétszer, máshol nincs. Jaj! Na ezt úgy szokták a, ugye a forsütte, hogy ki szokták nyitni a csigát. Nagyon jó. Gyura, jó neked? De miért? Miért jó nekem, Olivér? Nincs eszem, nem kell gondolkodni, mi? Hahaha, jó vicc. Mit csináljam? Hát, figyelj csak, meg kéne nézni, hogy azok a földök, amik le vannak vetve, hogy azoknak hogy áll a trágyázása. Megbeszéltük. És akkor lehetne azt trágyázgatni. Kikapcsolom a térképet, már itt benne van a facecambe. Aha, ez lesz a baj, hogy ugye a forsittel vissza kell csukjam a izét. Vissza kell csukja magát a csigát, mert a fenyőfák beelakad. Egyetlen. Jó. Na egyébként eléggé rakoncátlankodik mostanság a gépen. Például a tegnapi live-nak a végén az volt, hogy nem tudtam elköszönni senkitől. És hát, hogy el tudtam köszönni. Csak ugye az intrót már nem tudtam lejátszani, abban a pillanatban kifagyott a gépem. Úgyhogy ha esetleg offline lenne a maga a stream, akkor hát sajnos kifagy. Kifagy sajnos a gép. Már letöröltem a Windows frissítést, megcseréltem a RAM-okat, szétszedtem, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, hogy miért volt ez, de elég csúnyán rakoncátlankodott. Reggel például be se tudtam kapcsolni, csak a harmadikra vagy negyedikre. Olivier, te szántasz?
Hát remélem, hogy semmi ilyesmi nem lesz, hogy kifagy a gép, vagy ilyesmi. Valamiért? Matthew! 1.24! Hi! Szia! Még téged se láttalak itt a csatornán. Üdvözlet meg ilyenek. Néha azért hozzáértést is tartalmaz a maga a game, meg a játék, meg ilyesmi, úgyhogy ne lepődj meg, hogyha itt ilyen. Nem hallom, mert Misi annyira halk vagy egyébként, meg üvölt a zene a fülembe, és nem hallok. Meddig fog tartani a live? Dadali, mennyi az idő? Mikor kezdtük? Azt sem tudom, mikor kezdtük. Most én sem tudom megnézni, amúgy 6 óra 5. Fél 6-kor kezdtük, hát akkor még másfél órát fog menni. Adok rád hangot, mert én nem hallok, egyszerűen. Volt már itt Matthew, csak más volt a neve. Aha, yes, milyen néven voltál? Oliver, ez a Nightbot az előre beállított szövegeket ír, úgyhogy ne aggódj. Nincs rá átkattanva. Ja, csúszol, mint állat? Hát ez ilyen. Mi a jelszó? Levente, a leírásból megtalálsz mindent, egyébként kakas a jelszó. Nem is kellett volna ilyen nagy forgót vágni ide, de mindegy. Levi! És akkor King Salomon pöcse! Ej, King Salomon pöcse! Tényleg, de király! Akkor már vágom ki vagy! King Salomon pöcse! Tényleg! Baszti! Királyság! Nekem jobban tetszett ez a név egyébként. Na! Szinkronizáció van, gyerekek, úgyhogy... Cigarettázás. Ezerrel. King Salomon pöcse tényleg az, hogy a király volt. Jobban tetszett ez a név. Menjünk már, menjünk már, menjünk már! Levente! Levente, gyorsan, gyorsan! Na végre! Na Levente, egyébként DC-re is jöhetnél, hogyha van Discordod. Ott van a... hogyha visszapörgetsz azéba a chatbe, de mindjárt ide csinálok egy... Megint beilleztem, ez az ott van, tessék. Discordnak hívom. Nem látok senkit a belépő szobába. Patrik meg eltűnt, igen, mint egy nagyobb összeg a Parliament Benz. Oké, Levente. Akkor én megyek rágyázni, mert... Jó, rágyázni. De egy sincsen meg rágyáz. Oj, nem tettem bevágó asztalt. A kutyarágja kutyára. Igen. Persze. Hover nem jön. Nem jön? Nem állítottam a szervert a sajátunkra. Aha. Amúgy ez tök jó, most fölgyittem hozzád, még itt lefett nálad a végéig, akkor utána vagy menjek hozzá farmingozni, vagy menjek cségózni másokkal. Ez így kutyarágja.
A Nightbot nem jól írja, nem Continental Európán vagyunk, hanem International-en vagyunk. De viszont a többi az viszont jó. Azt elfelejtettem átírni a Nightbotot. Mert megmondom őszintén, hogy nem gondoltam volna rá, hogy ez működni fog ez a Nightbot. Mert eddig nem működött. De most megmakacsolta magát, és most működik. 30-án nagyon szar volt. Na igen, mondták többen is, hogy egyszerűen hiába indítottatok izét, szervert hiába indítottunk, kész. Nem bírtunk becsatlakozni. Ketten nem tudtak, olyan sok szerver volt, gondolom. Ja. Ha ez egy Continental Európában volt ilyen 6000 valamennyi. Ez csodák szól. Oda nem is bírtuk elindítani. Uh-huh. Internetjánálba vagy német kettőbe indítottuk, hogy nem tudom. Uh-huh. Hát igen, az a baj, hogy ilyenkor teljesen mindegy, hol indítod, mert ugye világszintű a játék. És nagyon sokan... Persze, meg 30-án ugye ingyenes lett, mindenki letöltött. Igen, de egyébként a letöltésektől is voltak gondok, mert nem úgy jöttek el. Mindenki egyszerre. Az lag volt, meg ilyenek. Meg mindenki egyszerre tölti. Persze. Kész gáz. Igen. Hát nekem ilyen gondom nem volt, mert ugye én megvettem. Még ugye One Day Edition. Megteltem. Ott a traktor. Igen. Na és hol van a Levente egyébként? Vagy aki beszinkronizált, ő hol van? Még valaki jött be. Elméletileg hányan vagyunk? Itt van már benne a farmja. Ja? Csak még egy hely van. Ja, persze, mert ő jött DC-re. Persze, behúzott Levente. Húzott be nyugodtan. Na csáó, hello! Hali. Na csá! Na! Na! Figyelj csak, akarsz aratni? Levikén. Aratottuk ám. Jól van, akkor én meg akkor hordom ezt a... ezzel a pótkocsival akkor ezt a repceficét. Nyugodtan tabolj bele, aztán nyomhatod neki a frizurát. Amíg ezt levágod, én addig ezt el is viszem. Ó, meg is telik. 90%-on vagyok. Ó, már viszem is, jó van, zsírkirályság. Nagyon jó. Már csak az a kérdés, hogy hol kéne ezt leadni. A legdrágábban veszi. Igen, méghozzá a repcefice bum bum bum, azt az értékesítő állomáson veszik, az pedig, hol is van, ott van. Jó is lesz. Jó is lesz. Merre kell menni? Ne, hanem pont a másik irányba. Jaj! Pont a másik irányba, na nem baj. Megoldottam. Nem tudom, hogy mennyire jármű hangerejét, ezt mennyire lehet hallani. Mentek egy-egy gyorsan. Ez az. Egyre jobb. Legalábbis a fülembe, nem tudom, hogy nektek jobb-e.
van a értékesítő állomáshoz, pedig erre lesz majd valamerre. Teljesen szabályosan fogunk eljárni. Csak értékesítő állomás. Szerintem... Nem erre? Mindegy, elmegyünk balra. Szerintem erre balra lehet bemenni. Balra kuda. Hát azt hiszem ez itt igen egy irányú. Szép jó estét! Fú, nagyon halk vagy, Bence. Ciao. Igen, tényleg nagyon halk vagy. Mindig olyan halkan beszélsz. Tegyél a mikrofonodra. Hát van rajta két. Most miért nem tudom én ezt itt leönteni? Lejövett, itt. Miért nem tudom én ezt itt leönteni? Áttöltés megkezdése. Itt a baloldali. Mi ez az áttöltés megkezdése? Ja, hogy ez így működik. Aha. Nagyon jó. Ez az. Nagyon jó. Akkor itt már vissza is tudok pördülni gyorsan. Ó, de jó. Nagyon jó. Mi a helyzet, Bence? Nem hall. Bence nem hall. Le van némítva. Most már nincs. Na, így jobb. Jobb. Így jobb. Jaj. Mi a helyzet? Így áll sor. Nincs csak egyszer mondani, hogy várj, akkor mindjárt itt. Nem, hogy tényleg gyönyük le a volt, mert Magyarország azon nincsen össze ide ezzel a koronavírus elmetod halkolszertosan. Aha. És ez viszont rendszeresen kezdődni, ma az van olyan beregségen. Hm. Hát nem jössz játszani? Milyen játékom? FS19, nagy faternál vagyunk. Most legyen meg. Jó. Lusta vagy, mi? Megnézzük meg a kérdést. Modok a leírásba. Na, a Levi meg szépen le is csapta itt ezt a cuccot, amíg ide értem. Jaja. Csak 25 euró. Micsoda? Játékot, meg is veszük mindjárt. Dehogyis. Ingyenes az Epic Games-en. Mi? Ingyenes az Epic Games-en az FS19, ne hülyeskedj már. Ingyenes, én a Steam-en nézem. Epic Games-en nézed. Várjál, FS13-at megéri ezt streamelni? Hát figyelj! Én nem tudom, ilyen retrónak biztos, hogy megérni. Szerintem én is majd fogom, mert megvan. Több is van rakva, hogy... 11... A 11-et live-olok. Figyelj, mellettünk... Viszont ahhoz asztalt kell cseréljél, mert ugye mellettünk ott van a melyik 23-as. Azt
Várjál csak, nem, azon nincs semmi. Azt... De mindjárt mondom, hogy a... Várjál, csak most azt sem tudom, hogy merre vagy a karccal. Lehet, hogy a 25-ös, a 25-ösen mi van nekünk? Zab? Nem. Mi van a 25-ösen? Kukorica. Aha, kukorica van a 25-ösen, azt ad kell cseréljél. Az itt van benne. Azt hiszem, ott van benne az asztal. Ja. Akkor bemenjek a telep. Jó. Vagy kivigyem? Az a baj, hogy nincs fönnrakva a kocsira. Vagy föl van rakva a kocsira? Vágva azt a kocsira? Nem tudom, hogy föl van-e rakva. Nem emlékszem rá. De ott van, azt hiszem, a tehenek irányába. Itt van mellette, a tehenek mellett. Ha a tehenek mellett, fönn van kocsin akkor. Igen, a kajakeverő mögött. Aha, kaja, így van. Hát figyelj, akkor kihozhatod, és akkor itt cseréltek. Akkor cseréltek, ráteszitek ezt az asztalt, és akkor akár ezt a napraforgót is a 23-ason lehet eladni. Jó, nekem akkor viszont. Úgy is. Hogy ahhoz napraforgó asztal kell? A kukorica asztalra is lehet vágni, nem? Igen. Azt hiszem ezzel lehet vágni. Na, majd meglátjuk. Hogyha nem működik, akkor vissza azért a 25-ösre, és akkor a kukoricát, tehát akkor vágni vele. De szerintem működni fog. Ez az opció van. Ez a két opció van. De Siló még nincsen. Nincs Siló? Hát silózhatunk is. Akkor viszont azt a kukoricát silózzuk le. Jaj, nem jó irányba kanyarodott megint. Viszont akkor ezt a kukoricát akkor silózzuk le. Úgy is jó. És silózó van? Van. Ott van fönn azért forsít. Kis silózó, tudod a... Jaja. Postalicska. De ezt ilyen amikor nem tudsz mondani. Akkor én meg azt a napraforgót még elhozom, amit majd ugye Levente levág. És akkor utána silózhatunk. Én akkor gyorsan elmenjek, szórok ki trágyát, földekre, amelyikekre. Jó. Szóval én. Na megint lett egy kis lóvénk. Egyébként Miska múlt héten van, pont írtál, hallod, ott volt a főnökömmel szemben álltam, azt akkor pittyent a telefonon, hát mondom, baszki, nem tudok visszaírni se semmit. Nem baj. Akkor voltatok itt fenn, ugye, csütörtökön, nem? Ja. Csütörtökön, ja. Csütörtökön voltam ja, fenn, igen. Volt, pont a főnököm ott állt velem szemben, egy egész nap a főnökömnél dolgoztam, csütörtök péntek, nem voltam Balcsin. Úgyhogy, akkor... Kemény volt. Szerintetek, ha egy ilyen 16 óra szokott, hogy egyszerűen nem hallom, hogy mit mondasz, csak az, hogy dörmöksz. A irodai laptop szerinted elvisz a 19-et. A micsoda? De hallasz, hagyjad, bemegyek. Irodai laptop. Hát, attól függ, milyen proci van benne. Taposás volt benne? Igen. Ilyen, nem szoktam felmenni a 17-es szerverekre. Kenyér kirítós. Lustról is esélytem elég tovább ide a stúdiómba, a félig kész stúdiómba. Mama,
Na, hogy állunk? Most Miska, hozod a izét? Mert Levente itt vár a izére. Mert nem az lett mondani, hogy akarsz lesilózni? Hát igen, de az izét a 23... De vállod, Gyura, bemegyek ért. De a 23-ason meg ott van a napraforgó. Gyuri Channel, hello, hello, szia! Gyuri, bemegyek ért. Jó. Mennyivel még? 21. Akkor megyek én viszem, bemegyek a szűz. Mindegy, most már majdnem fél úton, hogy itt hátul a kertek alatt simán el tud érte menni, mire te beérsz, addig rá ő is pont. Egyébként jó. Most az izét kéne megkeresni, hogy ennek nem is itt van a bejárata ennek a földnek. Várjál csak. Nem tudom, hogy be tud jönni. Mondjuk itt is be tud jönni, de nem ez a bejárata ennek a földnek. Sikerült elkanyarodni, jól van, hál' Istennek. Nem egy gyorsasági bajnak. Nem baj. De ráérünk. Ráhat. Simán. Nem hajtad a tár. Na de viszont... De megkeresem ennek a bejáratát. Az pedig itt lesz lent szerintem. Aha, itt van. Oly, de jó kis bejárata van ennek. Tökéletes. Hú, de jó kis bejárat ez itt. Itt a folyón is át lehet menni. Itt kell majd... De itt nem biztos, hogy ki fogsz férni majd. Juicy Gaming, hello, Juicy-ka, semmi extra. Itt kínódunk egy kicsit. Tudom, megnézem, Miska, merre vagy? Itt vagyok, már kihoztam. Hol? Itt vagyok, Levinen. Ja? A másikat felrakod? Ja. Felrakom? Jó. Persze, Juicy Gaming jöhet, modok ott vannak a leírásba, meg hogy hol találsz meg, az is ott van a leírásba, Internationalen vagyunk, vigyül a YouTube Gaming, és akkor kakas a jászok. Levi, te meg itt nem fogsz tudni kijönni. Annyi, hogy hátrébb mész, és akkor utána beúzolnéd, jó? Nem fogsz tudni itt kijönni, pedig itt kurva közel lenne. Mert széles az asztal. Lehet, hogy izé van. Megoldjuk. Ja. Tudod, melyik hátsó kijáratot mondok? Itt, ahol a trepni sipál. Na, gyerekek. Rát régen rögtön már fővágó asztal. Persze, meg van szokva, hogy kész picsa, mellett már rajta van a gépen a vágóasztal, aztán lehet menni, mi? El vagytok kényeztetve, gyerekek. Elvagy. Ez jó lesz, vagy? Jó, hát. Birodalmi varázsló írja. Most ingyenes az FS19 az Epic Games-en. Köszönjük szépen az információt, nekem már nagyon régóta megvan. Üdvözlet a csatornán, meg ilyesmi. Nem emlékszem a nevedre, nem tudom, voltál-e már itt nálunk, de nem hinném, ha csak nem volt más a neved. Megyek. Én a One Day Edition-t megrendeltem, annó még a, nem is tudom, honnan rendeltem meg, és az volt a Juicy Gaming. Jó, hogy ilyen limitált volt, nem? Nem, hát nem, hát első napos, amit első nap adtak ki. Elő kellett rá rendelni. Úgyhogy én előrendeltem rá, és akkor... Azt hiszem, nekem is az a osztálytársam, úgy tudom, hogy úgy rendelt ő is előre. Ja, birodalmi varázsra azt kérdem, minek veszed meg, ha most ingyenes, igen. Buszi megjavította egyből, hogy ő letölti akkor. Ó, de szép ez a csocsola. Aha!
eredeti és ingyenes, multira alkalmas, meg minden. Igen. Jó, de jó ez a pótkocsi, jut eszembe. El ne vigyen a varnyium. Domi YouTube, ciao. Ciao, ciao. Teljesen mindegy, hogy állsz neki. Na, még ilyen üzé is van. Mi az? Léggömb. Addig megnézzük, hogy jó elpótkocsi, nem ezt szórja valahol a szemet. Jó, zár rendesen egyé. Zárt szárvényből van hegesztve. Hogy vagyok? Köszönöm szépen, jól vagyok, kijöttem ebből a korságból, ebből a náthából. Hopsz. Megnézzük, hogy Levi hogy arat. Nagyon zsír király. Megnézzük, mennyi szemet hagy el. Jól van-e beállítva a kombány? Hát úgy néz ki, jó lesz. Akkor lehet egy körbe. Jó. Mert nem mindegy. Ahogy jó. Persze. Jó lát. A fend után felakasztottam a T-08. Vénáskodni. Halló. Halló, halló. Szavasz, Sándor. Halló. Ciao. Mi a helyzet, Andor? Tegnap nem jöttél. Meguntad? Nem hallunk. Hú, de halk vagy, várjál csak, mindjárt adok én... A modokat nem tudta leszedni. Várjál, adok, így. Na most beszéljük. Most meg megy a 19? Na, most meg megy a 19, ja. Igen. Azért nem tudok menni, hogy nincs otthon internet. Fúúúú. Ma fordulok a főső részébe, áramszünet van, és ott van a netelőző központ, és nincs áram. Ó, rádiára rúd akkor, baszki. Aha, most nagyon. John Deere fan, hello, hello, szia! Így most ismerősnél vagyok, akinek más nem van, az meg úgy tudja fog, azt úgy tudom fogni. Aha. Lopod a netét. Mivel a, most kívül az udvaron, talán megyek be beszélgetni. Pálinka legyen, az a lényeg. Hát most nincs annyira hideg. Pálinka legyen, pálinka, az hogy hideg az, majd a pálinka megoldja a hideget. De van sör. Ja. Nem tudom, nézed a streamet? Nem nézed a streamet? Nem tudom nézni. Itt mutatom a kamerába a sörös dobozt. Na most gyorsan nézem a Discordot, yeah, és akkor láttam, hogy csevegélbe vagytok. Aha. Pedig már tesztelhettem volna 19-et közösen. Hát... Módok is megvannak. Helyes, helyes. Ma azt a Miska leszedette velem elvileg azt a nagy fotelt pakkot. Helyes. Helyes. Na, megyek, szép. Jó estét mindenki. Jó, köszi, hogy beugrottál a csevegőben a csá-csá. A T0808-val nem tudom szórni a trágyát, mert fent kitúvossa a vetést, úgyhogy... És nem tudom, mi legyen. Ja, a vetést ki tapos. Kitapossa, mi? Hogy be van kapcsolva most a taposás. Igen? Várjál. Akkor mindjárt várjál. Big Bear. Várjál, bocs, 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 bocs. Csukd be a csigát szerintem, mert le fogod tépni. Az lehet. Nézem közben live-ot telefonon. Várjál, hogy mi kell járni, vagyis hát, hogy nem járni, hanem a növény taposása, várjál csak az, hol is van. Várjál, közlekedés, ott, hogy van a traktorikon, és ott van a fogaskerék, ott lett.
növények elszállása, termény megsemmisítése. Játékmentése, úgyhogy most elméletileg most jónak kell lennie. Jó. Igen. Utána majd visszakapcsolhatod. Aha. Utána visszakapcsolod. Én láttam, hogy felét kihagy. Jól látod, igen. Nem baj, jó, így. Nem tudom kitaposni. Mert amott itt fönt a fán, ott görönyi, felét kihagy. Aha. Balázska, leírást olvas, és akkor minden meg lesz. Mindenre fény, mindenre fény derül. Vaj. Neked megvannak a módok, úgyhogy gyere nyugodt. Internacionálban van a szerver. Olvasson leírást. Jaja. Leírás. Live első szabály, leírást olvasunk. A DC-re meg be is kéne, hogy húzzalak. Balázska. Lehet, hogy az én hiányzik két mód. Na melyik két mód hiányzik? Én azt sem, hogy ide teszem ezt a trakeszt, jó, és akkor majd erre rá fogsz tudni üríteni. Addig meg szépen kihozom a... Mi az? Mi ez? Silózott. Silózott. Aha. Hétfő kedden ki leszek gyakszi. Előre félve. Valami forsít 203. Azt szerintem egy eke lesz. Meg egy 82-es. Hát. Ja. Pedig az is benne van, azt hiszem a csomag. Benne van pedig. Mindjárt megnézem neked azt a 82-et. Na, Laci is betoppant. A 82-es, ami 7500 euróba kerül a péra. Annak beleruszom, hogy... ha nem olvasod a leírást, kapsz a mezőgazdasági tornacipőt. Ja, nem ide. De ide is, igen, Lacikám, ide is. Azt hiányzik neki, tudom fejből, mert nálam is ki kellett azt. Na elméletileg... Elméletileg ez a... Ez a cucc így tökéletes lesz. Csak lehet, hogy kellene nekünk még egy ilyen... silós pót. De azt hiszem az van. De mindjárt megnézem én a garázsba, hogy... Ott kívül van egy garázs, ott van egy pót. A 10-es föld mellett, meg a 6-os között van egy garázs, és ott van egy pót, vagy kettő most. Igen, csak azt nem tudom, hogy ez silós, vagy csak sima MDT. Vagy lehet, hogy a HV80-as állám ott az IFA-é. De valahol kell lennie itt fönn. Valahol itt kell itt lenni fönn egy másik silósnak. Itt kell lennie fönn, ha jól emlékszem. Ez szerintem az IFA után való. Nem, pedig itt volt. Itt volt egy ilyen ketreces. Milyen PC kell az FS19-hez Zalán Kabai, kérlek szépen beírod azt a keresőből, hogy gépigény.hu, és akkor már ki is fogja neked írni, hogy az FS19 az milyen processzor, milyen videokártya, mennyi memória, és mi szükséges arra, hogy megfelelő beállításokkal fusson a játék. Gamer laptopon is megy egyébként a játék.
Elég nagy gépigénye van egyébként ennek a játéknak. Garázsba kellene lennie. Hogy lehet, hogy én azt eladtam? Ilyen pótkocsi, amit van utána? Hát nem olyan, hanem... Egy szürke? Nem szürke. Hasonló, mint ami utána van, csak ilyen, ezzel a régi kerítésdróttal van berakva. Aha. Mindjárt nézem, hogy megvan-e. De szerintem megvan. Ott kell lenni az izébe a pótkocsi között. Méghozzá bálázó... Várjál csak... Rakodókocsik között... Aha, a rakodókocsik között a HV-80-as bálaszállító, az utolsó. De szerintem az izét is tud. Silót is tud szállítani. Aha, ide is. Hol? Rakodókocsik. Bolt, rakodókocsik. És akkor a legutolsó, a HV-80-as. Bála trailer. Vágod, látod? Persze. Igen, szerintem az tudsz vele silót szállítani, a legelső az ikon. Az ilyen összeredett minden szutyuk van rajta, az azt jelenti, hogy igen. Igen. Akkor egy olyat kéne még venni, nem? Felelem. Ezekkel a gumikkal. Még jól is néz ki. Oké. Na és akkor én ezzel... Megvetted. Megvettem, tudom. És az hányos földre kell nektek? Hát az ugye most megyek itt ezzel a... A 25-es fél, nem? Aha, de kukoricára. Ha ott az MTZ-k innen a 23-oson, majd azzal lementek és azzal hoz. Mm-hmm. Az lesz. Gyorsabb. Na, a birodalmi varázsló meg írt egy rakat cuccot, hogy... Azt még írja, hogy a paksi atomerőm is kevés. Ha ugye azt írt le, hogy mennyi ja, az igénye a 19-nek. Az a minimum. Ja. Most jó lenne. Jó lenne tudni, hogy hova ennek a földnek a be... bejárata az. Hányos föld az? De szerintem ott lesz a túloldalon. Úgyhogy nem jó irányba kanyarodtam. Na hát megpróbálok itt megtördülni. Ó, simán sikerült, jól van. Szerintem ott, ahogy van a 22, ott lesz. Megvan a bejárat. Megvan a bejárat. Sanyi YouTube, persze lehet jönni, modok a leírásba. Kérlek szépen, hogy hol találsz meg, az is a leírásban, úgyhogy egész nyugodtan jöhetsz. Jöhetsz. Sanyi YouTube, gyere! Persze. Egész nyugodtan. Jaj. Esik eső, fincsak, desen cseperek. Rózsa, Sándor, a kocsmába keserek. Discordon tudsz velünk beszélni, és hogyha visszatekersz egy kicsit a chatbe, akkor ott van Discord meghívó, de egy pillanat mindjárt már be is linkelek neked egy meghívót, tessék, parancsolj! Amott jönnek a fegyveres vitézek,
úgyhogy nyugodtan a belépőből bejössz, és akkor a belépőből be tudunk húzni a live szobába, a stream szobába. Nulla százalékon van? Szerintem itt van. Behúzod vagy? Mint hogyha a DP arra. De én nem. Nem tudod? Nem, nincs senki a belépőbe. Nincs? Nincs. Hangja volt. Nincs senki a belépőbe. John Deere fan, jó a zene! Köszönjük szépen Tóth Janikának a fergeteges hangolatot. Az ő engedélyével játszom ezeket a zenéket, az ő zenéjét. Most viszont van benne egy ember. Igen, a Sanyi. Jaja. Sanyi, mindjárt beüldjük. Balázs is fenn van. Na, hello, hello. Hello. Szia. Sanyi YouTube. Sanyi bácsi itt van. Na, szia. Na. Opa. Megteltünk, úgyhogy ezt most így... Akkor menj el a másik boltért. Elmegyek a másik boltért. Ezt közben itt leakasztom, azt a PTS-t, és akkor... Azt majd utána össze lehetek aztán őket. Van egy olyan mód, amivel elástod a gépet, hogyha nehéz volt, hogy... Ez a Real... Ja, valamilyen nagyon hülye neve van. Mi nekünk az bent van? Real... vagy nem. More... vagy more realistic mód, vagy micsoda? Valami olyasmi. 8400 R-es John Deere-t is megütettük 3 fok. Az igen. Gyuri Channel megint beköszönt, ciao. Most ah. Az van, hogy... Jöhet az MTZ-ben nyugodt. Gyura. Ja, ez az. Na, Sanyikám, azt kéne csinálni, hogy... Várjál, mert alig hallak, kell, hogy adjak rád hangot. Ez, na ez az, na most mondja. Egybe úgy mondod, úgy mondva, hogy megás link van. Ezt látom, csak egybe azt, ha egybe akarom lesz, nem engedi. Ja, azt nekem sem engedte, én is egyesére izéltem be. Igen? Ugye külön-külön lehet így most leszedni. Tehát megálló, de nem is értem most. Egyesével így fogtam, kijelöltem, és akkor föltöttem, és akkor ugye én Ja, hogy egyesével. Nem egyesével. Fogtam, kijelöltem az összeset, belehúztam, és kész. Ennyi. Én is úgy csináltam, hogy abból, amit lehetődött, abból kiúszt modokat is átrakpába is úgy raktam be, mert nekem úgy megpróbáltam, hogy kicsomagoltam, úgy nem működött. Akkor úgy. És úgy utána működött. Nagyon akadozva hallunk ám téged itt. Szerintem nem tudom, mi van neked, de vagy lehet, hogy nyomógomboson, vagy ezt nem érintkezik, vagy most mi van? Én is nyomógomboson vagyok. Igen, Gyuri Csene, hogyha letöltöd az Epic Games-ről, akkor tudsz multizni, hogy meg. Jajjá, csak kell hozzá, azt hiszem, a frissítés. Na akkor ezt gyorsan elviszem, és hogyha már elviszem, akkor elmegyek a boltba, és akkor elhozom a másik portkocsit. Jaj, Balázs rám írt, facén, hogy melyik az 82-esem. De jó, hogy ennyien vagyunk. De nem értem, miért nem tudjátok letölteni? Én sem tudom, hogy leszett az összes módot, és még sincs benne ki az MTZ. Ezt nem értettem. Pedig én leszettem, én nekem be. Ja.
az hol van a frissítés a farming oldalon, hogyha letöltöd, Gyuri csinál, hogyha letöltöd magát a játékot, feltelepíted, utána elindítod a játékot, akkor mivel hogy ez ilyen Steam-es játék, ezért automatikusan le fogja magát frissíteni. De hogy akkor az Epic Games az ugyanolyan, mint a Steam? Hát valószínű. Vagyis hasonló. Hasonló. Én nem tudom, én nem vagyok otthon benne, de hogyha ilyen szerverekről vannak letöltve a cuccok, akkor valószínű, hogy ilyen módon működik ez az egész. Rápróbálok azzal, hogy nem letöltem meg rá, hanem amikor jövök a szerverről, úgyis lekezhetjük. Próbáld meg. Hát, ha oda visz. Kormánnyal játszol te is? Igen. G27. Én G27. Napraforgó. Na, én nem is néztem, hogy hol adják, vagy hol veszik a legjobban a napraforgót. Értékesítő állomás, na mindegy. De az is ott van, ugye? Aha. Na, hát akkor jó helyre hoztam. Visszafele elmegyek gyorsan a izéjét. Beugrok a boltba. Beugrok a boltba az újonnan megvásárolt volt kocsinkért. Írtam Balázsnak, hogy én kipözöl le azt, ami nincs meg, mert hátra tudok meg segíteni. Na Levi, hogy állsz az aratással? Na most tedd le az egész módot, úgyhogy jövök addig egy pillanat. Oké, és? Utána nagy... Gyula? Igen? Utána a 29... A 29-es ógyunk, utána letárt. Letárcsázod? Aha, ógyam. Jó. Egész nyugodtan, gyerekek. Lehet nyomatni a poppot. Ha bort iszom, a pálinkát is kívánom. Erre még az öreg apám, öreg apja tanított, aki még a hordóval is kocintott. Erre még az öreg apám, öreg apja tanított, aki még a hordóval is kocintott. Elesett egy kis légy a boromba. Nem veszem ki, nem vagyok én goromba. Lecsúszott már hat ökör is, hát ez az egy lény mitácsot, a jó Isten tartsa meg. Nem tudom, hogy mi van akkor Balázsra, mert az MTZ82V1.0.1-es hiányzik. Aha. Az meg a piros MTZ. És most, ha jól tudom, csak kettő van. Egy kék, meg egy piros, nem? Most nem tudom. Most így hirtelen nem tudom. Így hirtelen nem tudom most. Erre kell menjek? De, erre kell menjek. Erre kell menjek? Nem. Úgyis nem, 4 darab MTZ van, nem? Mert a középső kategóriásban van egy ugyan olyan MTZ, meg van a rosszabb, meg van vég. Csavargok a világban.
kinek a hollónak ez a hosszú nyá. Egy sem legény, ki a lányokhoz nem jár. Lám én csak egy szép menyecskéhez járok. Sejhaj, néha-néha megesik, hogy ott állok. Lám én csak egy szép menyecskéhez járok. Sejhaj, néha-néha megesik, hogy ott állok. Jaj, tovább kell menjek. Nem jó irányba kanyarodtam. Itt lesz a bejárat. Sejhaj, életemben de sok lóvét kerestem. Azt is mindig a szép lányokra költöttem. Vettem nékik sejem szoknyát, sejem rakolját. Sejhaj, mindegyiknek felhajtottam az alját. Vettem néki sejem szoknyát, sejem rakolját. Sejhaj, mindegyiknek felhajtottam az alját. Ennyi? Kombány, bőj, telep. Okés. Telepen van tárt meg? Tárcsa? Hogyna volna, minden van. Akkor kertjük. Minden van. Minden is. Minden is van. Ezt még elviszem, ezt a pótkocsit. Az a baj, lassan szedi lenne, hogy nem vagy beleuginolva, nincs letéz amúgy. Behúzott Balázs DC-re, Gyula. Persze. Hallgassuk a siránkodást, a rimánkodást. Hello, Balázs! Na, mi a baj? Hello, na, mi a baj? Na, mi a baj? Hm? Miért nem tudsz jönni? Mi nincs? De még 82-esem közül jelzik, és abból nekem kettő van, egy olyan, azt hiszem, az egyik a kis traktorok között van. Igen. Nem, a közepes traktorok között van. Az egyik a közepes, a másik a kicsibe van. Igen, az egyiken nincs rendszám, az elején, a másikon meg van. Amelyik a kicsi traktorok között van, azon van, a közepesben... Érted? Balázs. Nekem fordítva, a közepes traktoroknál nincs rendszám, a kis traktoroknál meg van. Én is elrúgatok, de ne aggódja. Megvan mind a kettőt, azt kérek én. Hát akkor... Ilyenkor az van, hogy én most megállok és elmegyek és hozok egy cig. Ami nektek is ilyen gyászlosan szedte le amúgy a módot, hogy nem vagytok beloginolva megállok. Ja, már hogy én nem vagyok beloginolva? Én nem vagyok beloginolva. Ja, te... Ja, te nem vagy beloginolva. Én sem vagyok. Neked is lassan szedte le? Hát nekem nem, mert megfogtam, azt hagytam, hogy gyártva és kasz lefett. Ja, 30% mert ott. Kettő megállt enged most. Meg ez igaz nekem. Az a szem. Jó, mindjárt jövök, hozzak egy cigit. Hozz egy cigit. Azt akkor beviszem ezt a pótkocsit, és akkor egy ember majd jöhet nekem akkor oda forogni a izébe. Mert hogyha meglepett egy időt. A silózásnál lehet forogni akkor. És akkor lehet befele oldani a... Lehet befele oldani ide a... silótárolóba a cuccot. Úgy csináljuk, hogy akkor mivel ugye betolatos, hogy egy pótkocsis forgás lesz. Hogy könnyen be tudjon tolatni, mert két pótkocsival lehetetlen. Egy pótkocsival. Mert azt hiszem, hogy olyan a silótáról, hogy be kell tolatni. Nem tudsz keresztül menni, azt hiszem. De majd mindjárt megnézem. De ugye, jól emlékszem, akkor ilyen betolatos a cucc. Egyébként nagyon jó ez a rába. Jó meg. Jó, mi?
első szeret, nagy a zsivatulán. Most esküszik a templomban, a falu legszebb. Erig innen bóhás. Várjál csak, hogy hány gigabyte az összes mod kérdezi a... Mondom, a 2,60 kerekítve, 2,59. Igen, 2,6. Hoppá, mit csinálok én? De mondjuk ez a potkocsi, ez nem is itt volt, hanem lám volt, de mindegy, akkor ezt le kell vinni a helyére. Jövök egy pillanat, csak van, hogy intézek. Oké. Igen, ez a potkocsi, ez itt volt. Hoppá! Nézd már a tikot! Rámugrik a tik. Na és akkor ezzel én gyorsan az MTZ-vel kigyalog, és akkor... Jaj, mekkorát fékeztem, azt a minden. Nem néztem meg a izét. Nem néztem, hogy milyen a siló. A silótárló, mindjárt szaladok gyorsan. Ah, betolatos. Azért mondom. Egy pont, 5.2.1 a legkisebb játékverzió? Kérdezi a Baloglaci. Baláska, le van frissítve a játékod egyébként? Már nekem le van. Nekem le van, ha mi sétke tudunk voltézni. Össze egy úgy van, mi is sétke múltatunk, egész héten. Akkor nem tudom, hogy... Mondjad Balázs, mi van velünk? Hát, hogy tudtok egész héten, tudtatok múltézni, csak itt ide nem tud jönni. Hát persze, azért tudtunk múltézni, mert mi kivettük azt a mod. Csak azért bírt följönni hozzánk. Most azt nem tudom, hogy én azt használom-e azt a modot, vagy nem használom azt a modot. Mindjárt megnézem, hogy van a véve. De szerintem nincs. Egyikből sincsen véve. Nincs? Csak be van rakva. Hát akkor az ki kéne, hogy vegyem, nem? És akkor tudna a Balázs is jönni. Hát... Nekem oly mindegy. Nekem... Vegyük ki azt az egy modot? Más hia nincs, csak ez az egy. Ez az egy. De hogy abból kettő ikon lesz majd. Igen, kettő van. Az egyik kis rakta, másik meg közepes. Jaja. Jó, jó. Nem értem, izében meg megvan. Karrierben. Akkor lehet, hogy nem az a verziója. Lehet, kisíteni kell. Lehet. Ha most töltök egy izét, rákerestem neked, és leszem. Lazikám, hogyha neked is megvan a játék, akkor miért nem jössz játszani? Most jöjjön mindenki, aki bír. Azt utána nem lehet. És ez most miért nem szedi ebbe? Na azért. Nem, hogy azért most szedi folyamatosan? Gyula. Tessék? Most szedi folyamatosan? Tölti bele? Nem. Akkor nehézed, mert akkor pocsékba vagyjál a kutogit. Na de már van benne. Hát jó, akkor van benne, amikor...
De most nem tölti, ha jól látom, megy a loop se. Akkor állj meg! És akkor a traktorra kell melletted menni, és úgy fogja tölteni, mert magas neki a pót. Ja, aha! 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 Akkor viszont kell nekem ide egy emberke. Akkor vagyok. Kíváncsi, hogyha... De hát így se tölti bele, így, hogy mellette vágom. De így tölti. Hát akkor lehet, hogy jönni kéne egy embernek. Abba adjam a trágyázat. Ja, akkor az kéne. Ja. Jobb, beviszom a trágyaszolgot, a tény 0-88, aztán megyek. Most értem a módot, hogyha az jó lesz az a verzió, akkor megyek. Jó van. Ha remélem, jó úgy. Jó. Ja, Laci meg tölt, mint Pista a pálinkát. Na, helyes Lacikám, akkor te is jöhet, te is tudsz jönni majd. Lehet meg itt emberek gazdagon, mert tovább a live. Nem csak 2 óra hossza. Jaja. Addig én meg elviszem ezt az egy adag cuccot. Jó van. Traktort vigyek? Nem kell, lesz itt. Rendben. Bár az volna a legjobb, hogyha ketten forognátok. Ja, külön pótokkal. Persze. Akkor én leviszem magamhoz a fent. Azt nem tudom, hogy én itt jöttem fel? Azt hiszem, itt jöttem fel, ja. Holnap 4-ig ráér a Laci. És te, Gyula, meddig érsz rá? Miért ráérek? Hát akkor már tovább a live-oszké. Na, az atya 30 év. Az atyám, hát nagyon örülök, hogy sikerült, és hogy én örülök a te örömödnek. Királyság. Az atyának segítettem a beállítani a Streamlabs OBS-ét. Még annyi, hogy majd, hogyha lesz nagyobb háttérzaj nálad, akkor még azzal a zajszűrővel még egy kicsit játszanod kell. Hogy az, hogy mosogat vagy ilyesmi, akkor egy csörömpölés ne hallatszódjon be meg ilyenek. Ja. De hát az... És ahogy a live-nak az értesítőjét, azt hiszem, hogy ott kezdünk, azt állítottam az OBS-t, mert úgy volt, hogy már jól leperek. Csináltam a pintrót, minden állítgatott az OBS-t. De mondjuk most sikerült állítani, hogy így legyőr magjára mikrofon. A tojást még nem tudom odébb dobni. Hát, én azt meg nem mondom neked. Mert hiába teszem oda. Az ikont, azt a kört, nem tudom odébb dobni, mert nem adja be a kéz. A kézikont nem adja be? Nem. Azért, mert szerintem... Várjál csak mindjárt. Várjál, most beadta. Már le voltam Google-val, azért nem adta. Admin lettél, és most szerintem lehet, hogy a... Nem kell, amúgy tudom most már pakolni. Csak az volt a baj, hogy legugolta. És az nem enged. Ja, igen, a facecam az sokat tud dobni. Az atyám az én. Viszont arra készül, hogyha a facecamed lesz, azzal is lesz bajság. Azzal is el kell bíbelődni. Azzal is el kell bíbelődni, mert azzal is lesznek majd gondok. A hátteret azt tudok neked adni. A zöld hátteret tudok neked adni, mert nekem az van. Az legyen a legkevesebb. Egyébként a kamera, az röhögni fogsz.
de a kamera az dettó ugyanúgy működik, mint a mikrofonod. Ugyanúgy szűrőket kell hozzáadni, csak a szűrőknek nem az a neve, hanem mit tudom én, kroma kulcsot kell hozzáadni, meg ugyanúgy erősítés, fehér egyensúly, mindent ugyanúgy hozzá kell adni, és azzal kell játszani, viszont ott már egy ilyen kis rubrikán belül, mint a kroma kulcsnál, ott már mint ilyen 20, mert nem 20, de egy 10 dolgot kell állítani, gamma, fehér egyensúly, tehát mindenféle dolgot, de nagyon kurva érdekes. Veszel egy ilyen jó kis 10.000 forintos kamerát, és olyan dolgokat tudsz vele csinálni, hogy például várjál, csak mutatok én neked valamit, mondjuk ez a Streamlabs OBS, de hogyha ezt tudni fogod, akkor vagy benne leszel, akkor majd ez az például ilyeneket fogsz tudni csinálni, hogy így végigmennek a tehenek, meg ilyen apróságok. Tehát ezeket is ugye, leteszed kicsibe. Kamaj. Leteszed kicsibe. Hát ezek ilyen apróságok. Így. Amúgy meddig lesz live? Nem tudom, fogalmam sincs. Akkor itt van egy másik tyúk például. Hol van? Kettő, az is így kapírgál. Akkor ezeket is elő tudod hozni, meg el tudod tüntetni, tehát így az OBS-en belül ilyen tök. De amúgy azt a másik tyúkot már megvágtad, Gyula? Nem vágtam meg, az a baj. Ja. Azért is nem használom. Akkor megint ott lesz az a fekete. Igen, azért nem vágtam meg, de nem is izéltem vele, úgyhogy... Mindegy. Akkor mi az, ami még ilyen, hát most mit tudom én, majd hogyha már benne leszel ezekben a dolgokban, akkor majd látni fogod, meg tudni fogod ezeket a dolgokat. Ilyen. És akkor tudsz minden sasnak, minden annyi cucc van így a YouTube-on, hogy ilyen 3D-s cuccok, ilyen animációk, kígyót is tudsz, hogy minden lófasz, kacsától eltegyel minden át, ugye az én malacot, ugye az én profilom az a tik. Ja. Ja, úgyhogy majd segítek én neked, Zotyám, ebbe, úgyhogy. Az atya, nem vagy olyan, te beállítod, előbb-utóbb, majd megy neked is. Persze, hogy megy, hát ez nincs ezzel semmi gond. Ez az, jövök Misiket. De jó álma, tudod. Tudom. Fügy. De már megint nem jött. Nem tűtti. De, így mell. Nagyon közel. Nagyon közel. Igen, így mellé kell menni. Teljesen mellette kell, hogy gyere. Komoly ez a pótkocsi. Ez kezdetleges. Lehet, hogy jobb lenne venni valami más. Ez így nagyon sok kocsinkba. Zotyám, holnap nem érek rá, az a baj, holnap megyek családlátogatásra a muteromhoz, viszem a kölykömet, úgyhogy holnap sajnos nem érek rá közös. Mennyivel közös múltira. Na most én 9-el, 8, attól függ, hogy nyomom a pedált. Aha. Menjek tempomattal? Felelem, tehát minden. Várj, beállítom a tempomatot 10-re. Jó? Nekem is 10-en van. Amúgy 12-vel megy fullon. Na jó lesz a 10, én azt mondom. Látszik, hogy billentyűzettel nyomod, nem kormánnyal. Meglátszik. Igen. Kontrollert elővegye?
Hát... Már 3-4-82-es magunkat, és nem jó egyik. Nem jó egyik se? Hát, a sajnál. Viszont nem jöttek, mikor mi is átmutatok a módokat. Pedig átment. Mi legyen? Kikapcsoljam azt a 82-est? Nekem úgy mindegy. Nekem is mindegy. Na jó van, akkor megállunk. Úgy csinálok egy mentést. Jó. Akkor én nyomok egy Alt+4-et. Csinálok egy játékmentését. Akkor mindegy vissza. Jó, és akkor... Én magadik kilépek. Most akkor lépjetek ki. Oké, Zotya. Jó éjszakát. Én már kiléptem. Majd akkor én is kilépek, és akkor újraindítom ezt az egész kóbalanciát. Mi a gond? Hát Balázskának nem jön le egy mód, nem tud vele mit kezdeni, aztán... Hát de ugyan már, nem a módpacket szeded le, Balázska? Azt szedtem. Én leszedtem, és én húztam át neki az összes módot. És én nekem jó. De akkor valami tuti nem jól csinál. Na akkor mi kell? MTZ82? 1.2.0? Nem. De milyen egyszerű? Várjál, mindjárt nézem a lángot. Nem a kék, hanem van kettő piros. 1.1.0. Vagy 1.0.1. Jó. Ott. Ez. Az, amit most lát. Igen, meg a mellette az a kettő. Ja, ez? Mert most nem tudom, hogy melyik van a kis traktorokból, meg melyik van a nagy helyet. Jó, jó. De a kék az maradhat? Vagy olyanunk van? Nem is tudom, hogy olyanunk van-e. Nincs. De nem van a mód, 85%. Várjál csak. Azért kicsit jobb érzés lett volna, hogy kettő másodpercet lehet volna az egész mód. Jaja. Egy vívás nette, kettő vide, kettő egész ötlet van a lehet. Jó, de azt a kéket nem használjuk. International-en lesz. És akkor kakas a jelsz, hogy gyerekek, várjatok, amíg én be joinolok, és akkor utána joinolhatok ti is. Hány férőhely és amúgy a szerver? 8 slotos. De át lehet állítani belül 16-ra aztán. Igen? Persze. Majd mondom, hogy mit hum, merre azt átállítotok. És akkor még csatlakozok a farmhoz, és akkor... Ja nem, már csatlakozva vagyok a farmhoz. Persze, egy csatlakozó után nem kell. Ja. Na, humban már. Na, akkor jöhettek, elméletileg. Gyertek. Gyertek. Utolsó előtt voltam, gyertek, libuskáim, gyertek, libuskák. Jó van. 93%, úgyhogy minden nem van. Na, én meg akkor kimegyek egy sörér. Pillanat. Jó, mert én elmegyek vécére addig. Mindig én is hozhatnék sem. Hol a pedál? Na, itt vagyok. Itt vagyok, itt vagyok. Keresem, hol van a pedál. 98%. Utána majd behúzom az MT-t, vagy MT-t. A legyúlom, még milyen játékokra játszok? FS17, FS19. A 15-ből igen. Most fogok indítani egy sorozatot, és még ETS-ket. Abba is multi? 15-ből is multi? Persze. Á, jó, mert akkor az egészet bírok jönni. Az egész megvan. Persze, mert még a 13-ból fogok még ilyen retro. Hát mondjuk 13-on most sajnos nincsen meg. Abba fogok még ilyen retroizikat csinálni. Na most pedig most jön az én netem. Egy 53 másodperc, amíg leszedi a 2,6 gigát. Igen. Úgyhogy most jött meg az én netem. Mert ugye amikor leszedi a megát, utána még lekeszedj a internetből. Uh-huh. 15 mikor lesz?
Hát most nem tudom. Nem tudom, most megint annyira nem lesz időm. Hallod, Gyula? Mondd. Majd azt akarom mondani neked, hogy bitrátát van, majd kellene, majd állítsa, hogy nézem. Mert miért? Amikor így gyorsan megmusztod az izét, az egeret, akkor így elkezd el szentsésedni. Igen? Aha. És mennyire állítsa, mint bitrátát? Hát mondjuk nekem egy automat, de amúgy én mondjuk nem OBS használok, én más használok a videokártyámét, de amúgy így is jó faszra amúgy. És amikor ott hirtelen erősen kezdem mozgatni akkor, de amúgy jó. A telefonról nézitek, vagy miről nézitek? Bepixelesedik, mi? Ja. Én gépről nézem másik mondjuk. Gépről Na, hányan vagyunk? Hányan vagyunk a farmon? Levion meg a Misi van, Baláska. Amúgy most ki jött be, hogy ilyen lassan szinkronizált. Beírom azt, hogy kokos. Szegény talán. Hogy kiírja, hogy kibás. Hogy nyertem? Nem tudom. Egy kéne működjön. 85%-on van a pót. Halli Gyula. Mondd. Neked amúgy milyen géped van? Tartkozni. Nekem egy i7 van. I7-es, nem tudom. Én majd hallodom, hogy én majd fölmegyek, majd tapocsatok silót. Persze. Jó, fasza. A szél az, ha. Szerintem majd én szintén kell leállítani. Bocs. Jó, most 10 éve. Várjál, csak beállítottam, elősz, jó, most akkor 10-re be van állítva, a cucc. Szép jó esti! Menj előrébb! Na, szavasz! Megjött a le, meg az áram. Megjött? Na, hál' Istennek, tudsz jönni? Internationalen vagyunk, várjatok. Áj, nem jó. Mi Gyula, YouTube Gaming. De milyen mobban? Ez az All-Stream, a nagyfater. All-Stream formában. Most is én húzom át a módokat az IP-et be a módmappába. Na valaki jön, ja, Baláska fog szinkronizálni. Ugye én most nyomógomboson vagyok, kontrollerre játszok, azért nem beszélek közben. Mert elfekszek a fotelba. Én a székbe szoktam úgy kidegülni. Baszki, nem találom a szervert. De tekered lefele, a magyarnak nézői kód is van ám rajta. Várjál, internacionál. Állítsd át, hogy ezért kód vagy jelszó vagy mi, igen, és akkor ott legalul aztán visszafele az utcsó magyartól. A fene egyen, meg kikapcsolt a monitorom. Na. Az, hogy 4%. De nem találjam, hogy az nem. Mondjad. Milyen tapadó van? Melyikkel lehet, melyikkel szokott tapadni? Ilyen gép van hozzá. Hát figyelj, nekem teljesen mindegy. Jó, akkor majd hát megegyek. Nem tudom, hogy a rábával most mi a helyzet. Nem, majd akkor hova tapadok. Én vagyok a rába. Jó van. Majd van, amit kapok. Adatok mindegy. Nos, mi van a Balázsra? Ezt nem hiszem el. Valamelyik itt vagyok, nem tudom, most emlélem jogos. Milyen névre állítson magyarra? Így van. Hát gondolom. Miska, neked micsoda az utcsó? Magyarba leghátulra azt hiszem harmadik vagy nát. Várjál, minden nyelv. Mongolia, Románia, Tuszki, akkor szerintem azt kéne csinálni, hogy Lavikém, hogy odaadni a izének a Sanyinak majd a mi a fenét? A rábát, hadd taposson. Te meg jöhetnél a másik MTZ-vel és akkor... Várj, akkor beviszem a telepre. Beviszem a telepre, jó? Jó, hozzad, én most lancsolom a izét, a izét a 30-hoz. Megyek. Nem találom. Miért nem találod? Most indul a játék nálam.
Melyik az? Austin farmon csak egy van, ami ahol. Várjál, elengedlek, várjál. Jó van. Akkor nem tudom, lesz. Epic Games-en valamelyiket, aki játszik-e? Nem. Én. Én is ott van. Én nem játszok ilyen helyeken. Hát de figyelj, ott azért van, menjen van. Tudod, mindenki van, ne fett el azért. De nem találom, csak fel. Nem, én ugye FS 19 székely, hello, hello, szia, üdvözöllek, puszi, puszi. Halló, Gyula. Mondd. Én is elhívom, úgyhogy. Zsírkirályság. Na, jön valaki velem silózni? Itt szabad egy MTZ. Megyek mindjárt. Nagy fülkés. Szerintem én leveszem magammal nyomógombos. Vagy. Mert így nem tudok közben egyszerre. Jó, hát beszélni, vedd. Megvan a fal, gyerekek! Megvan. Jaj, de jó. Dekeltél lefele, mi? Műzé, kakas. Uha. Nincs Steyer, úgyhogy felejtsd is el a Steyeredet most. Na mi van, Balázska, nem jössz már, vagy most mi van? Én most csatlakozok be. Én rossz helyen néztem ti, én az interneten már kettőben néztem. Sanyika, már jövök, ilyen is. Na, jövök. Ha mindegy. Steyer szokka. Steyer állandó elutasítás. Mondd! Ugye hamar le fogok tölteni, mert a gép van hozzá, úgyhogy meg net is hamar be fogok szintronizálni veletek. Na mi van, Balázska, de most tényleg jössz már, vagy most mit csinálj? Kössük össze vonóruddal, vagy mi legyen? Na Gyula. Amúgy neked is van amúgy ezért a kormányba tempomat? Gyula. Mármint milyen kormány? Nekem úgy van, hogy, vagy úgy van a pedálom, nekem úgy van bárka. Ugye amikor tartok egy sebességet, kattam benne, az be akar úgy. Tartsatod azt a tempót, automatikusan. De milyen pedálod van? Hogy milyen kormányod van? Nekem G27, vagy még G25. G25? Vagy G25, vagy tudja már, hogy állsz ez miért? Na, hogyha előtted van a kormány, van rajta a piros gomb a kormányon. 6 darab piros gomb van, vagy csak 2? Várjál, na csak van velem ott nálam háttérben. Nekem 6. Na, akkor G27-ed van. Azaz. Nekem is G27-em van, de az enyém szar. De nekem annyi az egész más pedálom van, mert annak a pedálja az úgy elhalt. Uh-huh. Nekem is G25-ös pedál van hozzá egyébként. Meg most már nem vagyok jön magombason. Na, tizmeddig csopassuk. Neked... És Sanyi, neked bírja, vagy tudja mindet a 900 fokot a kormányod? Mennyit? 900-at mindet tudja. Úgy van, hogy nekem most visszavéve, hogy hívják rá a kormány, nem annyira van, nem visszatettem, hogy hívják rá a 90 fokra simán, mert ezért ralisztam utoljára vele. Utána csak 90 fok bőven elég, tudod, amikor egyből visszaráncsok. Tudom. Félig kitűröm a kormányt, egyből visszaráncsok. Azért. Az ennyi nem tudom beállítani 900 fokra, csak ezért a 450-re. És nem tudom, hogy miért. Nekem most így megakad az izén, amikor fejlég elfordta, megakad. Mert izén utoljára dörtöztem vele, meg azt tudod, elég a 90 fok. Nekem ennyit forgatni. És milyen izét használsz? Profilert? Hú, tudjam már. Na mi a meló? Elküldhetnéd nekem azt a profilert. Amit használsz. Magát, ugye azért a drivert. Nekem az én van. Azt mondjuk az én is fia vagyok ahhoz. Azt nekem haverom állította. Azt én is fia vagyok. Na mi van? Beakadtunk? Csíj, baszki, meg tudjuk mozdulni. Én is fel, mert ide beakadtunk egymásba. Kifolyott a játékát. Igen, mert ketten joinoltatok be. És egy helyre jöttetek be. Csatlakozás a farm, ez fasza. Hol a rába? Levit kérdezd. Jó, megvan. Engelte, ez egy kidobott. Amen. Megvan, utána az eke van akaszva. Nem eke, az tárcsa. Nem. Akkor tárcsa. Nem, mindegy. Igen. A villogót, az melyik, vagy ízre az indexet, azt melyik kellett állítani? Egy, kettő, három. Az a tempomat nálam. De a numlu billentyűzet. Igen. Igazad van.
leakasztjuk, akkor csak simán tapodja. Ő milyen... Na, begyú? Na, az, beindult a gép. Hallom. Rakó, hát szerintem is azok azt kéne csinálni. Azt kéne csinálni, hogy akkor egy ember tapos, ketten hordják. Ketten hordják nekem itt a silót. Igen. És Gyula, megint elfogad? Vagy várjatok, Gyula. Elfogadnak, persze. Gyula, vagy én jöjjek izébe? Jöjjek hordani? Mert bírom ott a tempót tartani. Én szeretnék hordani, Rakkodok, mi szeretnék? Akkor hordozom a fendet. Akkor Misi, akkor te meg izé. Te meg akkor befejezed akkor az izét, tehát rágy a szórást? Persze. Én jó, Zsé király. Lejöttem tapodni. Én maradok akkor tapodni. Rábálok. Gyula, olyan 10-25-ös MTZ módon van, szó szerint... Jó van, csak ez a póta alig bírok befogni. Akkor én a 23-as mellett. Tele vagy Balázska szerintem. 97%-on vagyok. 97%-on vagy? Gyula, egy picit balfaszkaszek, bocsánat már az én most úgy nekem. Hájá. A tegnap vagy tegnap előtt szedted le? Aha. Na. Ja, csak modellezett, azt hittem, hogy a miénk. Na, valaki megint csak. Ó, de jó. Hát a Andor jön megint. Jaja. Pontosan! Ó, még húzzak a kormányom, meg kezd csúszkálni. Bocsi a chipszezésért. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Már nincs belőle semmi. Nem baj, de azért még jó étvágyat. Akkor mindenki szeret? Ma zajjász szedem ki. Ja. Tegnap annyira be voltam indulva FS 12-hez, még a vacsorának. Ja igen, azt mondtad. Aztán nem lett belőle semmi, mert lusta volt letölteni 3 modot. Mi? 10? Mindegyiket megkerestem pontosan verziószám szerint, és nem ismerte föl. Dick. És a játékod le van frissítve? Mi le kellett? Jó. Istenem. Minden hétre jött ki új frissítés? Így van. Halogyul amúgy ki van az MTZ-ben? A kupással. Még egyszer? A kupás MTZ-ben melyik van? Milyen kupás? Ott áll 5 van kint, a Levi van bele, vagy melyik? Nem, Balázska van. Nem. Akkor... De Balázska nem jó irányba mész egyébként. Levi ott az, látod ott mögött, melletted az ki? Az. Van nem is. Akkor megyek taposni, megyek így a hordalára. Nem tudok lenni a szarodról ledobálni. Hát de miért dobál le? Oda hagyom a pótot. De most rám. Andor bírja egyébként a izét, magát a játékot, a gépet? Hát akkor nem tudom, hogy miért. Neted bírja? Ja, mondjuk lehet, hogy a neted most szarám, tudod, a izé miatt. Hányos földnél vagytok amúgy? Mindjárt mondom. 25-ös. Kiviszem, ja, mert kordanod. Az nem lesz jó. Nem lesz jó? Szerintem nem. Megpróbáljuk amúgy vele, ha nem veszi, akkor maxa nem jött, melyek egyen. Azéval is tudtok, vannak azok a zöld fliggelek. Az akarok jönni. Szerintem az jó lesz abba fél. Lehet magas, nem? Nem magasabb, mint az a rácsos, ketreces. Hányos fölnélek? Gyula, még egyszer? 25-es. Közel kell venni amúgy. 25-es volt. Gyula, még egyszer elpróbálom a szinkronizást, nem akarod zavarni téged. Próbáld, de szerintem szar lesz a neted, Andor. Mi? Szar lesz a neted, de szerintem próbáld nyugodtan, de szerintem szar lesz a neted. Megszaladt a gép. Jaj, látom. Pedig látod, a játék egyből betölt, ma benn vagyok a játékon. Igen. Logmentesen betölt. Na valaki, valami megállt a pillanat a játék. Nekem is. Hát azért, mert mentettem. Ja. Meg is van a játék, ma izé. Most is? Igen, mert most is mentettem egyet. Duplát szoktam menteni egyébként. Én triplát. Hiszen még most állhatod fel a rendben. Nem sikerült kapcsolni a több személyes játék. Itt netszávon gond. Igen, mert igen. Gyenge lesz. Gyenge lesz. 25 meg árafő van, húzza neked el Gyula. Gyula?
Kohutatásában. Mi van felhúzva 25 megára? Van úgy, amikor hogy hívják a kótól, de minimális net szint. És ez hol állít a mínusz? Amikor indítod el a szervert, ott van, hogy 25 megán van alapban. Ja, hogy akkor ki, akinek nagy, jobban net, az gyorsabban főszinkronizál. Igen? Aha. Hát akkor ez lehet, hogy az elmén alapon indítottam el mindent. 25 meg a alapon. Na, hát akkor alapon van. Akkor ez úgy jó? Hát jó, igen, ez így, ez a minimál, ez a, úgymond ez a minimális szint, hogy mind, hanem akkor nem, úgymond, hogy nem lesz normálisan szinkronizálva, dobálom össze-vissza a többieket. Mm. Ezzel nincs a mélyebb ívelődni. Amúgy én akkor átkerültem, de jó, hogy nekem. Nem baj az. Kell szokjam még a pályán. Igen. Térkép a sokat segít. Meg olyan hülye van megcsinálva, de egyébként jó. Elsírül az, jó lesz az, jó lesz az. Minek használni a térképet? Ott van fejbe, tudod? Jó megy te, ez jó. Na megint hoppa, jön. Hoppa. Andor, jön megint. Bocsánat. Nem baj. Tudjátok, mi lesz a jó? Most max tempó mentem pont kanyarba. Jó, ja, az jó. Nem sebrülták. Még nem, hát még nem, majd mindjárt, hogyha be... Majd hogyha beszinkronizál, akkor lesz az a röpülés. Már tűröm a kormányt. Már tűröm a kormányt. Na, nekem meghalt az izé, a székem. Be jó? Izé, a teleszkóp nem akar lebengedni. Ó, még teleszkóp hallod, én meg egyszerű ilyen faszéken ülök, hallod? Már egy éve. Ez csak rotyog. Már egy éve. Faszéken nyomom bajt. Ő meg Potter van, több mint egy éve. Jó, Fotel, megy a senkednek. De jó megy, ja. Itt valami baj van. Na, hogy kanyar? Jó, nem borultunk fel, csak szinte van. Nem borultunk fel teljesen, csak szinte. Ja, csak akkor kicsit. Nem, mert jövök. Na Gyula, tudod, voltam fönn már szárókon. Na most jó. Az. Akkor mit csinálsz? Várjál, most még lakkozok egy picit. 31-et megy te ez az MTZ-t. Várjatok már, most én nagyon picit lakkolok. Hát nekem is amúgy, amíg beszinkronizált a dolgokat, addig ja, nekem is dobálta a kicsit. Ott amúgy láttad, nem Levi, amikor izé kijöttem, ott is milyen izé akadtam. Most mindegy, itt a netemmel van baj most nagyon. Jűj, more. Jűj, bátya. Valami látósabb munkát kérek már lakni. Nekem is szeretem már lakni. Menj érzéni akkor, te leszel majd a tapodóna. Tök jó mi. Te fogsz majd taposni. Azt kérd. Na én még mindig csak várok. Én most jövök itt. Várok. Hát már fél órája. Már fél órája jössz, baszki, azt még senkit nem látok itt a környéken. Gyerekek, itt egy pont kutya az út közepén. Azt kérd. Út közepén? Egy HV pont kutya. Hol? Az enyém. 25-ös földre kérek egy traktoros. Most megyek 22-re. Bréko. Mi lehet leg? Most támadok. Standard pótkocsiba hordjátok az útjét? Nem. Forgózsámoljuk? Halló. Jaja. Igen. Duplába. Tampa lesz jó tolatni. Szúrodám neki. Most lesz jó tolatni. Nézzük ide benne. Megbarulunk-e? Jó van, na. De jó, hogy 1900. Jövök, jövök, kormolok. Levi, ez Gyula. Ez a baj, ez a kis kabinos, azt nem látod ki belőle. Igen. Nagy, megfordulok itt. Amúgy Andor, te beléptél a TS-be? Vagy a farmba? Igen, Andor, csatlakozz a izéhoz. Mert te még izé, most már benne vagy. Na, most már most be tudsz ülni. Jaja. Be tudsz ülni. Na most nem lakolok te! Na. Na most én, nem most nem. Jó, akkor itt majd megállok, amíg megfordulsz, jó? Nem fordulok, körbe megyünk. Jó van, ugyan. Tudod, egyszer kettőt megcsinálni. Tudod, őha. Tudod tölteni, ha hátul is, meg elő is, az a jó. Igen. Itt van egy rába. Csak gyere közelebb. Hazzabogsz. Messze taposni. Vagy. És hol van a síló? Ő hajjak csak. Hát annyi síló még nincs. Mennyivel néz? 10-10-el igen.
Hova hordjátok a sípot? Be a telepre. Jaja. És hova van itt a sípló? Ott a sípló, na nem lát? Vak vagy? Jó, jó, jó lesz. Ja, már látom. Forgózsámból is a hordját. Igen, duplával. Hát te duplával, hogy igen. Duplával nem fogsz tudni oda betolni, az biztos. Dehogy nem, betolom, meglátod. Mikor Ábával betoltam, csiklósra. De fogom, én rakom a ganyét. Ganyi. Jó van. Kicsit elvágyom. Az a baj, hogy Sanyi beérzékel a izét is. A... Föl van emelve a kanál elől, és beérzékeli azt is szerintem. Mi van? Erre csak itt tisztább veszem a izét. Nem hallok semmi. Jó, fasza. Ki? Mi ki? Mit csináltál? Húsok ott a fényem, azt kicsit feladtam a kerítést. Kicsit? Feladtam a kerítést, azt mondod, merek kikélek. Jeláska, hallod, itt nem tudtál egy 10-es tempót diktálni mellettem, mikor itt jöttél mellettem a silózáskor. Hát megnyomod a 3-ast, és tartsa magát a tempót, amúgy fel, 1-es, 2-es állítól. Hordhatom a silót? Van most két ember, aki hordja a silót nekem. Három. Három. Mi megfelelzen becsukjok oda, nem tudom becsukni. X. Kicsit elő megyek. Bálint Horváth, köszi, hogy itt voltál, szia, szia! Vászom, arra fogok vagy. Ó, amúgy itt az a baj, hogy nem lesz jó, tisztát kell legyen, mert nagyon nagy szögben várom. Igen. Megvárom, kanyarodj be nyugodtan, megvárlak. De jobban tudsz fordulni. Igen. Ó, lesz. Jó, már amúgy, hogyha gyerül előbbre. És mivel nyitom ki a kanalat? Ugyanazzal. Jó, fasz. Csak az X-et nyomtad el. Mi az ár? Én nem elengedtem, megnyomtam, miért nem tudom. Jó van. László Lengyel, hello, hello, szia! Üdvözöllek! Bocs, csak egy picit lankolok, és akkor furárok. Nem baj. Az a lényeg, nem mellé, hanem bele. Többet bele, mint mellé, azt akkor jó vagy lesz. Hoppá. Jössz. Jöjj, maradt rá, hogy fogom itt zaklott egy ember, kiszólom azt, hogy van. Ez lehet, hogy valány. Jössz. Ott a neve a fejek fölött. Ott a neve a fejek fölött. Na most kezdett behitteni a gépet. Most hallom. Valaki annyit hallok. Tegy. Szia, nálam! Vitted a billentyűzetet? Nem, a ízé valakinek valami ízé a rakodógép szerintem van. Várj már! Hoppá! Kicsit megint írtam. Még fér ebbe az elsőbe vagy? Igen, fér. Hoppá! Automatikusan át fogok váltani a hátsóra, hogyha megfelik. Hány százalékon van? 51 méter, most tehát meg. Megfelt, akkor menj előre. Én rakom neked a ganyit, ez nagyon tetszik. Akkor várj itt, ha itt lesz a jó, most lesz a jó. Várjál pillanatot, várjál, kilövök én a regimente. Balra. Nem, várjál, leakasztom azt. Úgyis jó. Úgyis jó. Úgy lehet jó. Úgyis jó. És akkor egy ember már viheti is azt az egy fotót. Mivel engedem a tolólapot? Hagyjad, ha nem elhiszem kettőbe, elhiszem, hagyjad már. Elhiszem? Megpróbálom, hogyha nem fog működni, akkor ott hagyom. Vagy ha nem elhozom azt, akkor majd a másik viszi. Jó. Gyula, mivel engedem a tolólapot? Melyiket? Mi csodán? Mere? A Weimar. Weimaron? Aztán V betű. És ő nem V betű, az N-et nyomott hosszan asszon. Nem bírok vissza, állj, veszek egy nagy V-et, azt csinál. Fordulj meg, ja. Megvan.
Ennél csak összetudta? Nem állj. Brigán Norbert, hello, kötelező Discordban egy TS? Hát nem volna rossz, hogyha lenne, mert akkor a kommunikációt azt nagyban megkönnyíteni, igen. Ennyi megkönnyíteni. Nagyban. De szerintem ez csak dísz. Nagyban. Meg le kéne majd a hátsó talpokat engedni. Az... Mindegy, de ne piszkáld a Weimarhoz. Ja, gyere. Letalpalt az X-el, és utána G-re váltsett az időt. Kanálni itt van. Veszed vagy lefégy? Ott van, ülj vele. Várj egy pillanatot, tehát csak a kormányom a húgat nézem azok szegény. Zsombor Pro, hello! Mivel tolpott le, Miska? Rámész, hogy a gépen legyen a G-s ikon, és akkor X. Igen, mondjad Balázs. Na most. Majd én szorom a ganyét, én megírom. Tartom ezt a felé, hogy van a spot. Az enyém? Aha. 23. Jó van. Hol vagy jó, után jössz? Jövök, csak elfelejtettem benyomni az izét. Tempomatot. Mert akkor itt megállunk a sarkokni az ilyenek, nem? Aha, igen. Liget Falusi Zsolt, hello Benjamin, szia Benjamin. Hello. Benjamin a faterjának a telójáról jön megint. Balázs. Állják. Norbert, Brigán, de attól fel lehet menni, hogy nincsen Discordon meg PS? Hát figyelj, hogyha letöltöd a modokat, akkor maximum a chatbe tudunk egymással beszélni. Meg hogyha nézed a live-ot... Az kolléga, a ne zaklassál létszire! Nyugodtan tettik a kódikonyi! Modokat letöltöd, leírást olvasol, hol találsz meg minket, és akkor jöhetsz. Jó, 42%. Gyom, hogy fölnőtte. Hajj! Gyere! Azért nem értünk egymáshoz azért, jó rossz. Nem, számít. Igen. Az ideális ívet használtuk mind a ketten. Hát az. Ahogy csak lehet egyből tívidjen. Igen, viszont itt nagyon éres forduló lesz. Figyelj! Várjak, valaki nyomott a parló. Ez az parló! Tól neki! Fasza! Oly, várjál, nem csak kívánom, de most. Tól neki, mert kanyarodok! Köszi, Benjamin, egyre jobban! Nyomjuk ebben 1%, megint egy jó megkanyar. Tula, nekem az nem tetszik el, hogy tudom, másodban jelenél, tudom. A zegér kezelé. Oho! Ja. Ez itt majd visszatolok, mert itt nagyon éles lenne. Nem igen, ez már lehetetlen. Nagyon nagy a csücsök. Csinálj egy balra izét. Csináltam volna egy balra karikát. Úgy né, ennyi. Oho, megvadultak a lovak. Fölvette a kanalat. Most már kanálba is van. Kanálba is van, igen. Hát ez az most. Hát ezt nem tudjuk úgy se ráfordulni. Én ilyenkor mindig egy balra karikát szoktam csinálni, hogyha én vagyok a hordós. Hát vagy itt most már elérsz. Eléri Dálgacső? Még fér bele egy kicsit. Aha. 93%-ig kicsit még fér. Na, hát akkor szerintem rá fog menni. Nem fog. Kiraktam őket. Na most lesz az igazi. A lepakolás. Na most akkor teli vagy mi? Aha. Gyere Miska.
Jó. Hát egy kevés lesz neked is, Miska. Kéne még keresni ilyen kukoricatáblát. Van még kukoricatáblánk? Biztos. Balázs, nézze meg a táblát. Gyűjt le! Menjél csak, Gyula. Gyula, kész a 22-es föld is. Zsír királyság. Na ezt, amit most itt lesilóztunk, ezt a kukoricát, ezt akkor le lehetne tárcsázni, jó? Akkor azt letár. És akkor letárcsázni... Vagy meg... Te is itt vagy, Andor? Mi a fasz csinálta eddig, baszki? Hát már azt hittem, már régeség le van szorva. Azt hittem, már régeség le van szorva. Ganyéva. 8-asra lehet menni. 8-asra? Igen. Meg kéne nyomja valaki izét nekem még. A izét a zsámot. Merre? Ide az izé a foton mondjuk. Jó. Menj a rébe. Egy picit előrébb. Jó, rajta van. Meséltem, hogy még nyáron történt velem egy frontális baleset, még júliusban, húha. Ja, amikor vezérmű X-éjjel szakad? Nem én, a Ligetfalusi Zsolt, vagy Benjamin írta a chatbe, hogy neki volt. Nem, nekem mikor a vezérmű X-éjjel elszakadt, akkor nem volt, hál' Istennek, semmi probléma. Mit mondta Baleska, 8-as? 8-ast mondtad? Aha, az ott van már Balázs. A nagy kabinos kiné van. Hány? És azon ott a kukorica? Igen. Oké. A nagy kabinos NTC kiné van. Mondtam nálam. A Balázs. Szomorodnál meg, jó? Back with you. Alig látok ki a kis kabinosba. Szegény kormol kifelé. Odaadjam a fendet. Egy biciklivel. Nem kell az. Itt bemegyek itt a földön, szóval. Ki van itt amúgy a rábát majd, akkor valaki tapod, akkor majd valaki még tapod, ha akar. Vagy közben, ha majd én tapod. Mennyi nem is, Gyula? Én most 25-tel. Az a full? Aha. Az jó. Cső, ha benyom itt az oldalon, aztán lesz itt Reginem neki. Aha, jó van. Jó lesz ez, mert nem jó felírtam be, ha jó van. Az a baj, abban a Weimarban van, akkor nem veszik fel a ganyét. Az egy dolog, én meg bejöttem volna, hogy abban azt alig akarsz kikaparni 8-a. Az jó. Azt hittem, hogy itt van, itt a tenek mellett, azt hittem, hogy van ilyen izé bejárat, tudod? Ja, nincs. Azt közben ott kert ma. Most meg meg kell kerülni a repcést, vagy mi van. Végig megyünk itt az aszfalton. Hát nem. Jó. Ó, jó. Ó, haj! Ez az első fék jobban fog, mint a hátsó, leveg az utolja, amikor fékezek. Dobunk befele. Ott ószék, engedem lassan befele, ezt annyi. Szájtonnal lehet körülbelül ez a kép. Itt meg kellett volna mennem. Nem baj, én bemegyek. Mennyi? Megyek utána. Egy pillanatot kérem. Basszátok meg ebben nehéz amrakód. Pedig még az előbb azt mondtad, hogy de jó. Jó, vele rakodjuk volna, mindig feleket vettük. Na most itt nekem merre kell menni? Melyiket mondtad a... 8. 8-as, akkor még egyenesen kell menni el. De amúgy a Balázsból kettőjön. Váááá! Itt balra, utána jobbra.
Igen. Ez az? Ja, ja. Na jó. Megyek többet csak. Tudsz jönni? Csak megrakadok fizetni. Szóljatok nyugodtan. Majd mellettünk a végés, a hatos korizatot. Lemegyünk itt egyenest, vagy... Lemegyünk egyenest, nem. Persze. Jó. Itt a hatos is izé, kukorica. Hatos is kukorica? Lemegyünk egyenest. Ha látnék a pártot. Na jó van. Merre menjünk? Nekem tök mindegy. Csináljuk ezt a lentit, itt az úton le tudsz jönni, balra. Jó, mindjárt megfordulom. Na jó. Andor. Nem érek rá. Jó van, akkor most ér, akkor most nekem a szívút. Most van azt, hogy na most, most kell tudni talán. Várj, átfordul még a cső. Hát itt hagyd, Andor, pakol. Ja. Ha van ilyen. Vigyázz, fa! Jaja, észrevettem. Tudom, mit fogok csinálni. Hopp, 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 hopp. Vigyázz, fa! Ja. Menj egy kicsit beljebb. Aha. Jó. Én mindjárt megtelek, 72%. Hát még valaki van rajtam kizűríteni, nem? Vigyázz, ott lesz kerítés. Andor! 9-6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 
Ha oda megyek. Hallod, Andor? Igen? Figyelj ide be! Most komoly munkát végzek. Jó, de figyelj! Jaj! Van egy külön már rába, most lépte meg vagy egy fába. Figyelj, Balázs! Az ügyenem. Tojjad neki. Talán. Na igen. Itt meg menjünk ki az... Áj, ne, forduljunk vissza. 90%, 91. Vissza. Tudod, oldalra, hol van bal. Jobb. Megint át kell gyere a jobb oldalamra. Jaja. Megtehetek, hogy én szóró lányom. Milyen lányom? Hát akkor meg fogod a szózod. Én meg most, most ürítem ki. Tele, tele, jó. Tele, tele. Balázs. Ott van. Na gyerekek, én most elmegyek egy kétbetűs kitérőt teszek, mert kösz Balázs. Csak nyugodtan. Gyula, kapok valami traktor, hogy tudjam szózsak annyit, 150-et? Mi kell? Vehetek egy 250-et? Vegyél. De nincsen neki üzén, vagy nincs be neki azt beállítva, hogy venni tudjon magának járművet, vagy nem tudom, mindjárt megnézem. Most már be van állítva. Jó. Hol van lóvé? Andor. Van valamennyi. Mennyi? Hű, mindjárt. 3, 6, 8, 1. 3.681.000. Jaja. Neked annyit van? Hát annyi van az összes, neked is annyi van. Annyi van a farmban. Jó. Na. Emeljek, nyomok egy kétbetűs kitérőt, azt mindjárt jövök. Jó, mennyi. Andor, azt megmondom, hogy kicsit messze lesz neked az. Várjál, kipakoltam közben. Mind a kettőt? Aha. Bementem, most visszafordultam, most íze oda-arra kibillentettem. Aha. Most amúgy lenne valaki a rábába, vagy lenne...
gépünk. Ha ma bírnánk, akkor ma bírnánk tudod nyomni be ide, mint tennénk azt mindig. Persze. Hol van a gép? Milyen gép? T-150-esen, hol van? Vettél? Elvileg igen. Igen, mert levont a 89 ezer. Akkor benn van a boltba, a bolt meg len van a halálfaszán. Hű, bátya! Mi van? Lent van a palján, a bolt amúgy. Mert a bláltam, tényleg. Kire kiragadnak? Nekem picsögem is szerintem. Hallod Misi? Igen. Pakoltál? Nem, felakadtam. Jövök meg tőlek, várj meg én is mentem. Hagyjak meg. Erre lefasztam én az enyémeket. Na jövök, magánállak most tubán. Jó. Hallod Misi? Is belejött jönni. Ja? Nézd a én. Kinek van beállítva, mennyire van beállítva, mennyire van. Nekem mindjárt mondom. Mi lett, Misi? Nem kell már. Mert ebben segítségben van, mert kurva szar. Kóságra jobban megyek mindenbe, de... Kormányzás, érzékenysége nálam 200-on van most. Kormányzás, érzékenysége nálam 100-on van. Nekem kétszer. Követlek, jó? És akkor van itt mert nem vágom annyira, hogy tudod. Jó, csak én, hogyha megnyomom az eszket, akkor kicsit kell várnom, hogy ki menjen a játékot. Erre gyertek. Vagy megyek jó, én. Gyertek, köszi. Én már tudod, hova kell menni? Itt kimegyek. Azt itt jobbra, vagy balra? Gyere, itt vagyok. Gyere, itt vagyok, így szó. Merre jön úgy? Gyere utána. Egyenesen. Misi, van egy rövidebb út, gyere utána. Megválsz, Misi, megkérlek. Jaj. Persze. Jobbra, mit csináltál, Misi? Jaj, váltáltam ide a falba. Jó. Jaj. Menjél, Misi. Megyek. Júj. Dupla portpálya vagy. Ne hívjál már. Szóljad neki. Őha! Ki meg, azt megfordulok. Valaki segítsen, mert driftelek itt a egy-két keréken. Hú, gyerekek! Fáj ki a gépedbe! Gyula, figyelj hova meg! Na, nem bírja még üresen sem. Nagyon kiszáll. Kellett. Nem szállok ki! Itt van mellettem ez a gyerek, ő tud ma állítani. De. Te egyáltalán hol vagy? Hol lennél? Te egyek eljég is van. Balázs, mi segíj neki? Ó, gyerekek, nagyon kellett már. Ha jó, ha van. Jó, maradj úgy! Jó. Ne forogja! Szóval, hogyha megtehetném, Misi. Várja! Na most lesz az igazi. Hogy kell majd megállni, tudod? Jó, hogy szóljak, hogy azért, hogyha megtehetem, vágják úgy. Jó, Gyula, hol? Nem tudnak a fejtek. Ilyed, Misi. Az igen? Gyermekek 150-esen megbúrultam. Van ez így. Nem tud felállítani. Jövök felállítalak, szállj ki az abból. Kill benne. Andor, kicsit kiszállsz? Persze. Kurva szar a kormányzása nekem. Mert mondom, hogy állíts föl maxra, 200-esra a kormány érzékenységet, te. De akkor egy főbúrulom bele. Hát... Én pedig úgy tudom billentyűzetre menni. Olyat akarok, mint a 17-nak. Ha jó van. Levike, gyere vissza, segíts neki. Megyek. Ugye az elintézem, nem kell. Már jártam most. De milyen könnyen megburult gyerekek. Mennyibe mentél? Nem tudom. Figyelj! Ja. Várjál. Ha most tolj meg! Odaadj. Várjál, megfordulok, most tolj meg.
Menj ki, megfordulok, menj ki oda az útra. Levi. Onnan megfordulok én is. Onnan kívülről tolj meg. Gyerek, itt Levi, tesz a nagy ipa fordulva. Ó, de. Ó, curu. Balázs, jaj, felé fazolé. Megyek 31. Jó lesz? Ja. Jó. Már enged, most. Már figyelj oda. Már még másik felé. Jó, maradj itt. Most kell. Várjál, főkem, ne hegyted őre. Meg kell egyet. Nem engedem, mert akkor visszacsukni. Látod. Így már jobbat hallani. Vigyázz! Ám jó csinálod, Balázska, menjél ki az útra, ott forduljál meg, és akkor be fogsz tudni jönni mellén. Ja. Én ezt visszakorom. Mondd. Nem fog gyorsan közlekednem apu, mert egy fura kormányzás. Ezt belefasztottam. Ez nem az miatt az. Hagyd abba a romát. Nem, nem, abba leszettem. Kecskefornót be kéne zárni. Jajjá. Ő még itt tudja. Nem, meg a DT-n, meg a napényel tudja. Ő a mix maszkobónak tudod. Ja. Jó, felnőtt változott. Adna meg a linket. Jövök Gyula. Jövök Gyula. De te most tényleg, most mit csinálsz Balázs, mert ez... Ez így nem fasza. Jövök Gyula. Menjél Balázs üríteni. Én ilyen kisebb munkák az alatt, amíg nem tudulok bele a szokmányra. Ne is jobbok a szerver. Elhagyd a szerver. Arrébb viszont mi sem megy. Jövök már. Gyula, megcsinálom az árcsállásodon, megyek segíteni, jó? Jó. Gyula, én segítenék szívesen, csak még fura. Gyere felém Gyula. Elmaradod a beszélhetőnek. Ti menjünk egész végig? Hát idáig. Nyomj egy karikát. Nyomj egy karikát, én megfogulok. Az alatt fog ágyra folyírni. Hallod, nem tudtam egy éven megfordulni, beakadt a vágóasztal a földbe. Miska, akkor hányra állítasz? Kormány érdekenség száll. Csak nagyobbat veszek, mely izét volt a Misinek a izéje. És a visszakormányzás, és neked megy? Jó kérdés, mindjárt megnézem. Aha. Meg tudsz fordítani? Öncsőt? Gyula. Hát, hogyha ide állsz mellém, akkor beérzékel. Visszakormányzási sebesség az csak szállóban. Kormány érzékenység az 200. Szörúk rajta a bátyja, nem? Kamera érzékenység az 300. Várják, kamera érzékenység az hol van? Ha ugyanott. Lesz. Mi az, az mivel más? Ha gyorsabban mozgatod a kamerát. Egér. Itt tartom, hogy jó, nem? Ki nem tudom követni a leszényeket. Visszalállok. Rá, egy visszatesszük százat. Én nekem így jó. Meg még pluszba fő van állítva az egéren is. De mennyivel mész? 10-zel, Gyula? Attól függ, hogy nyomom a pedált. 11, 12... 12. Ha jól tudom, 12 a max. 12 a max. Jaj, van. Na, akkor fölnyomhassuk, maxra 12-re gondolok. Na, fél van a kanyén szóró, szórjak valahol kanyén? De meg azt ipat fordulok, azt mondjuk. Gyula, kell kanyét szórni? Csáu Balázska, köszi, hogy itt voltál. Hát, mégis még van a fátok. Le is dobta még a DC-ről is mindenhonnan, tényleg szar a nete Balázsnak. Vagy ő lépett le. Nem hinném, mert pont arrébb izét, pont a jött mellett, pont jött mellettem. 12-re akkor, ja. És akkor most hányos földre menjek Gyula szórni? Nézd meg, ne kérdezzél már minket. Hát melyik nincs megszórva? Amelyik le van vetve, vagy le van tárcsázva, és a miénk, és nincs megszórva, azt kéne megnézni.
ennyi, mindjárt. Ebben nem vagyok még. Szerintem a 25-ös az mehet is. Ja. Mindjárt nézem. 25-ös, 25 az simán mehet. Megint a ballassú. Csá, nem... Nem akarom menni. Hát de ne wifi stickkel legyél, Balázs Péter, hát nem is értem, hogy hogy lehet ennyi eszed, hogy wifi stickkel jössz, hát az annyi, mint halottnak a csók. Hát ja. Megyek a 25-ösre. Wifi stick. Amúgy az egyest is folyoshatod, ha akarod. De hogy Gyula, nyomjad a villogó. Igen, ott ahol nyomom, vagy, mint a marha. Folytathatod. Na, de a villogó bekapcsolom. Nincs. Most már igen. Meg a szálltás igényel, és úgy kiveszed, akkor meg fogja jeleníteni. Csak a megtrágyázás. Hát eddig működött. Most erre azt fogom mondani, Balázska, hogy egyszer nagyapám is élt. Hol vagyok ki, mit? Miska? Ezt hív, és ott a földgömb. Oh. Igen. Talő összetétele. Gyomokat. Mindjárt meg vagyok, tel van múlt. Még egy látom. Látom, mennyi vagy? 90? Körül? 90. Megtrágyázást hagyd. De ott a másik, úgyhogy addig még nyugodtan nyomom. Megtehetem, már rozom a másikat. Már rozom a másikat. Ott a fend is. Nem kell, mert még itt az ami. Jó. Betolom ezt a pótot, leüggítom, aztán utána megy. Jó van, nekem ez nem megy. Pont rossz helyre akasztottad le ezt a fligát. Nem baj, ide a Michel Dikán, vagy mi, az mi majd behúzza. Ja, igaz, ennyi ott van. Ja, szenvedek itt ezzel a póttal. Én meg átéletben, gyerek. Az a legjobb. Mondom, meg lehet. Hát én is most játszok körülbelül 5-5 gyére eleve. Szerintem maradok a 17. Várja, melyek azt beállítanom a pótot. Illanás, hogy ugye? Baszki, de fura. Beállítanom ezért a pótot. Most kell a nagy fülkés MTZ? De MTZ az kiné? A Valáskánál volt? Aha. Hát figyelj azt a pótot, ja, hoztatod a sakó, adom ezt, visszaiszed, akkor addig majd egy kis kabit. A pótot azt leakasztom, aztán csak visszaiszom a gépet. Igen, mert nekem itt vannak a pótjaim, és akkor majd visszafogunk a végén ezzel a kis kabinak. Jó. Na, én most bejárom a mappot. De amúgy erőbe is többet tudanak a kabinok? Jó kérdés. Mit szólsz, Gyula, többet tud? Micsoda? A nagy kabinok. Hát nem tudom. Jébaszkó, de jó, bejárom a legjobb napot. Helyállj, itt a nívva, vele is az körbe néz. Gyere Gyula! 150-essel járok, meg tudom szóért. Ugye 12? 12, ha? Most csak egyik játékot. Fent az valaki nekem. Mi? Fent. Aztán mi is használja. De nyugodtan akasz le a pótot, majd én akkor megyek a kisfőkés MTZ-vel nyugodtan. Vigyed. Te cseréld. Vigyed. Akasz le a fendet. De csak a fent kell? Hát... Akkor hordom én. Lellem. Hát még kis... Várj, akkor az egyiket leakasztom, amit te... Be is. Tudj, Gyula, rakjuk meg az izét is, kupát is, tudod, hogy legyen fú. Hölgy, mit csinál? Gyula, te mióta játszott 19-en? Mióta kijött? én már előrendeltem rá. 17-nek nincs párja. Azt mindenkit lehagyom benne. Hát én meg azt mondom, hogy 15-nek nincs párja. Jaja. 15-ben olyan modok vannak, hogy befosol. Várj, akkor lecserélem a traktort. Gyere. Adjad a nagy kabinoszkó, patent jasztok, tesz ide.
Most ugye Bence 2.0 odaadta nekem azért, hát nem odaadta meg, megrendelte is, tehát vett nekem egy originált, egy zsírújat. Ezzel támogatta a csatornát, és ugye bemodoltam, hát az FS15-ben olyan modok vannak gyerekek, hogy tényleg befosás, beszarás. Gyula, szedő le DX66-os szombat? Mihez? 15-höz? Hát figyelj, linket küldjél nekem, és akkor lekapom majd. Eljött most DX66-os, hallod a kedves szombat. Mindjárt, Gyula. És neked megvan a 15? Meg lesz. Mikor? Megrendelem azt. Már ebbe csak 10 esélyzik. Csak a Windows 10 vigye, az a lényeg. Ilyen vagy? Hát azt rátelepíted egy mikrohullámos ütőre, azt az is viszi. Az is elviszi. Nekem azt szokta mondták, hogy nem kontra. A Vista is elviszi. Ne pityögj meg. Nézem. Meg az XP, az XP is elmegy. Akkor ilyen hogy fogok ebben az? Full grafika? Nem attól függ a gép, ettől függ, nem a Windows-tól. Jaja. Bán van 4 giga RAM, 2 giga videókártya és kipró. Hú, 4 giga RAM, ott van azt a mindenit. Nekem is annyi van még. Nekem 16, hoppa. Nekem 8. Neked mennyi van, Gyula? 16. Nekem 16. Ez egy irodai gép, gyerekek. Mit várjak? Jó, nekem van egy i5 9600K, van benne egy 1050 Ti, meg 15 giga. Nekem is 1050 Ti van. Meg egy i7-es. Vigyed már izé. Gyere. Jó van, megyek. 98%-ek, hozzá nincs. Körbejártam a farmot, meg jó van. Gyere! Elférsz? Vagy előre menjek? Várjál, előre, gyere! A kis kabinos, te azt már kiürítetted? Itt van nálam a kis kabinos. De igaz, a pótot, a másikat. Azt mondjuk kiürítettétek? Én nem. Na most nézzük a térképek melyiket. Másik botta, ő van kint egy szürk. Azt már én elhoztam. Na most tudom, hogy te szórhatunk annyival? Ezt elvittem. Szórhatod, persze. Akkor majd lesz annyi, nem? Hogyne. Mekkora plac van itt nekünk megfordulni, de jó. Jaja. Jó, nem lesz jó. Ja. Kihozom a rábátam. Nekem az nem tetszik még ebben, hogy nincsenek ilyen ablakok. Nem nyithatók az ablakok, meg ilyesmi. Még az keresztútban, nem légkondi, keresztútban érted. Igen. Ja. Gyerekek, hajszitek, ha nem. Ma van, mi van ma? Ma szombat. Február 1-je van, és ma elmentünk Dorkával lemostuk a kocsit, az új kocsit, és úgy kimelegettem, olyan melegem volt, hogy hazafele be kellett kapcsolni a klímát. Be kellett kapcsolni a klímát, baszom. Az jó. Miért nem üritettek is? Február 1-én klímával jöttem haza. Rendesen ment a klíma a kocsiba, olyan meleg volt. Miért dobjam le Levi a pótot? Na, akkor azt leürítem és akkor ezt kibírod vinni. Hát de én ezt hiszem. Akkor te tapodod Levi? Hát tapod. Jó, akkor várjál az enyémet el leürítem és akkor ezt félre rakom. Több mindegy most melyiket hiszem. Azt kiürítem azt itt fel nagyon. Úgy nézem ebben még privát otthonokat így játszom már be. Nem is tudtam. Rácok, van egy ötletem. Na. Levi. Mondjad. Nem is tudtam, hogy a T150-esen van gordán lehajtás. Levi, majd te mennyi hordjad, én tapodok. Maradok tapodni. Régebben is ezt szólták, hogy jó. Ezt odaadom, jó? Ezt tett így, ezt ott meg. Oké. Okay. Akkor a szarab... Jó, nálunk a faluba itt szólják, Bravo motor és T150-esen. Ha van ez így. Bámra, rábra, kár, 50-es, motor és kussi. Mennyi csak. Jobb. Meg ezzel szántanak már. 90%, 91. Mindjárt megtalálom. Ha?
Nem tudom, akkor a Master Pót, emelj be a Pót, ami bár legyen. Ha val, azt én elintézem, hogy jön. Jobb. Jöhet valaki. Misi. Igen. Én neked ezt a ízét odaadom, ezt tehát a nagy kabinos, majd add vissza a kis kabinos, abba az ízé, akkor nyomom a ízét, a silós. Így a pakon. Az a majd nevő kupa. Ja, de akkor meg visszaállom a kanalat. Mi? Le tudom akasztani a kanalat. Jó, akkor jó van, akkor akasztom meg. De nem jó, nem jó, nem jó. A nem, akkor te menj a ízébe. Nem jó rá, szerintem. Ja, nem jó. Arra. Nem tudod fölrakni. Arra visszaállom a kábbába. Elég a fendet, azt kiürítem. Azt ízélsz, ezzel menjem majd a ízébe. Nem te ízébe? Ne, azt hagyd itt, hagyd itt. Red Zone Game! Gaming! Hello, hello, szia! Szép estét, jó munkát! Köszi szépen, Red Zone Gaming! Már ezt leürítem neked a szépen. Fendet. Ezen nem az üres, nem? Red Zone Gaming, tényleg még nem láttalak a csatornán. Vagy lehet, hogy láttalak? Csak már nem emlékszem rá. Írd meg, hogyha voltál már itt. Eljön. Gyula! Mondd! Egy fasz a MTZ Pak 19, és abban van egy nagyon jó kukós MTZ, mert küldök hangot. Várjál! Hátrébb állok a izé, 50-es. Ja. Közben jön még valaki, ezt leszedjük ezt a darabot, vagy? Itt egy pillanat csak én a fende. Izét, ha leakasztottad, hogy hívják ott a kupán. Persze. Jó, akkor mindjárt adom neked a fendet, jó, Levi? Jó van, csak hátrébb álltam az izé, traktor. Gyere fő. Na gyere, vigyeld a fendet. Meddig lesz erő, Gyula? Nem tudom. Ott van nagyon a kanál. Írja a Red Zone Gaming, hogy pedig szoktalak nézni, csak csendben vagyok mindig. Hú! Hey, vagy most. Semmi. Megyek, Gyula, meg. Picit elmegyek Discordra, egy folyamatos tudunkra leszek, de itt leszek végig. Oké. Okay. Jó, te meddig fogsz lenni? Nem tudom, még fogalmam sincs. És Red Zone Gaming, fel vagy iratkozva a csatornára? Hogyha mindig nézel és mégis csendben maradsz. Kovács Józsit is szoktam nézni. Na, a Kovi papát is. Na, helyes. Helyes, helyes. Csipom az öreget nagyon. Mehetsz, Gyula. Ízét kellene venni pedig. Mi a neve? A Manipul. Ja. Vagy nem a Manipul, de a homlokra tudod. Ahol tudnám, hogy akkor lehet. Nem tudok mindig. Gyula, veszünk olyan. Ebben a tempóval jó, nem? 12. Oké. Erre az MTZ-t azt tovarakom, azt megnézem állában előre. Jó, ilyen jó csatornára ne hülyéskedj már. Na, lefigyel a lépet. Szégyen gyalázat ez a csatorna. Ízét, veszek egy ZTS-t, jó? 15 ezer. UN-t? Van, UN-ünk az van, ne hülyéskedj már. Van? Na van hát. Hogy ne lenne? Ott van a izébe, a szerelőműhelybe. Mi van? Jaja. Az anyám. Meg van szerelve? Most akkor meg... nincs kint nálad senki. Olajcsere volt rajta. De itt van velem a Levi. Meg hátulját, hogy kell lefutni. De nem, megteltél, Levi. Megteltél? Levente. Játékból lement. Izéről hogy lehet a hátulját lecsukni? Minek? Az UN-nek. Ütős mapot FS19-hez? Ja. Red Zone. Nem lehet lecsukni? Mondd, hogy mi az ajánlok. Én így most nem tudom. Benn nézd meg, hogy hátul. Közben meg izé van, gyerekek, itt egyedül maradtam. Na mindegy. Izénk van rakodó kupánk. Nyomólapunk. FS19-re. Figyelj csak. FS19-en ez az All Stream Farm ez elég ütős. Meg én úgy gondolom, hogy
Megyek oda, Gyula, a fendbe. Hogy ugye a Kovi is csinált egy jó kis... Ellek víve onnan a fend is. Egy jó kis mapot. Meg a... Mehetünk. Jaja. Meg én úgy gondolom, hogy a Csemap is elég jól át lett rakva ugye 19-ben. Amelyiken fát lehet vágni? Hát nem tudom. Csak fát lehet vágni, egy nagy erdő? Nem, Csemap. A Goofy csináltam. Goofy. Bocs. Ja, akkor pakolgasztunk. Meg ami még így jól lehet FS 19-ben, szerintem az még a, ugye a TSV 4. Vagy az alsószeg agrifarm. Alsószeg agrifarm, igen. De az arra most jött egy új frissítés, ám. Igen? Egy kicsit át van modolva, igen. Várjál. István Antal, hali, István Antal. Most azt nem tudom. Olyan embereket. Olyan embereket látok, akiket még nem láttam, vagy nem emlékszem rá. Jó az ismerősöd, akkor azért nem láttam. Mondta, hogy majd följön. Na, zsírkirályság. Kezdve pakolok. Jó van. Na. Nagyon jó. Akkor elmélyek. Isti. Lent vannak a modok. Ja, Levente, mindjárt jön. Ja, jó van. TSV4-et megnéztem, a többi megvan, de annyira nem jönnek be. 17-ben sokkal ütősebbek voltak. Ha, Levi meg mindjárt jön. Jó van. Oké, és biztos, hogy ugye a 17 az elment a nete a Levinek. Igen, a... Most hova? Hadd nézzek rá itt a térképre. Itt mellettünk a 10-es, aztán azon kukoricom. Aha, 10-es. Hát... De az nincs teljesen bevetve, csak így ilyen... Össze-vissza. Igen, ezt akkor lekapjuk róla, jó? Ez még lehet, hogy bele is fog férni. 26%-om vagyok. Hát simán bele is fog férni. Szerintem jöhetsz balról is. Ja, jó. Egy vetőgép szélvessége szerintem. Szerintem is. Nem tudom, ki vetett itt. Nem tudom, én sem. Hát de amúgy ez úgy lenne az igazság szerint jó nyomatni, hogy lenne így ilyen jó csapat. Aha. Ja, ja. Azt és minden nap, vagy bérelt szerve. Vagy nem az, hanem lenne egy izé, vagy teszem fel, hogy egy Gyula is figyelj, hogy izé live-ol. Aha. Én például régebben voltam a Karonnak is, hogy zébe. Csak ő. Na, régebb meghalt a gép, azt akkor azután nem léptem vissza. Mennyi egyre? De most, amúgy itt is meg lehet faszán csinálni ezt. Ja, hogy át tudsz venni az oszlopon, aha. Már. Menjünk el egyenesen, vagy forduljunk el? Menjünk el egyenesen, és akkor itt megcsináljuk akkor a forgót is egyből, ugye a hosszú részre. Jó. Szerintem ott lent, hogyha lemész a Lucerna földön, ott meg tudsz fordulni, és akkor ezt fölvisszük. Mindjárt megfordulni. Amúgy olyan embereket fölvenni, amúgy akik komolyan vesz az egész. Persze. Ha? Mindent most nem akarom, hogy beláskáltuk megsértni, de például... Hát, hogy... Amúgy minimális, de meg megtanulni játszani. Igen. Én 17-tel kezdtem. Én meg 11-et. Igen. Kicsit szűkös ez a map egyébként. Jaja. Amúgy jobb lenne nézzék-e, nem fordulzsálma is a kanyolat, hanem simálva. Jó, tandemekkel? Ja, ja, azzal akkor be tudnátok alatt, nem igen. Kéne izé bejönni. Na, Red Zone Gaming az még 2008-al kezdte.
Amúgy én is azt próbáltam a 8-as, de az kurva faszolott amúgy az is. Ide visszamegyünk? Fölmegyünk még ezt a csíkot itt leszedjük. Jó. Pillanatban fordulok. Már. Nincsen tandemünk, ugye? Nincs tandemünk. Egy darab van, de az nagyon kicsi. Á, az a baj. Vagy izével lenne amúgy ütős még volt. Ott van a... nem az itt, a másik, az a... oltos. Várjál, Gyula. Várok. Át kell fordulni a csőnek. Mehetsz. Be jobban bugoltam. Sőt, előtte még Simtraktor nevű farmos játékkal is nyomtam. Ha nem mai gyerek vagy, akkor te se Red Zone Gaming. Ránézek. Ott fordulj is meg. Menjél fordulj el meg, és akkor gyere nekem a jobb oldalamra. Jó. Amúgy ez az ifa, amúgy ez nagyon adja nekem. Ez az autóladás. Igen, az nagyon brutál ez az ifa, ez kurva jó. Hát mi azzal hordjuk a bálát? A boltból. Gyors izé, bálát akartunk vinni a telnekhez. Gyors boltból megvettük, azzal főszedettük, aztán vittük. Én 2 pótot akasztottam, utána a kanyarba meghaltam vele. Elfektettem. Szegény. Picit meg bugos előtt. Ööö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 ö
itt ezzel a farming szimulátor játékkal csak a bálázás, ami kibaszottul bugos. Mindjárt tele vagyok. 98. Jó. Szerintem meg is teltél, nem? Aha, tele. Tele, jól van. Jaja. Mondjuk ebbe azt szerintem ebbe a izébe, ebbe a homlokrakodósba, hogy lehet izé az elejét is, hogy csinálják, amit forog. Ugye ennél dolgoz? Ugye bátyám, mert onnan a cégnél dolgoztam ilyennel, csak izé az újabb modell, a Caterpillarra. Ja, Redzone Gaming, ez kösz szépen. Azt írja, hogy eddig YouTube-on live voltam, de átértem a Twitch-re, mármint hogy ő. De majd bereklámozrak, mert rólad hangulatos a Farming Live-éig, meg persze a hozzávaló zenék. Hát én nem tudom, én... Köszi szépen, így úgymond ismeretlenül is. Hát megpróbálom, és egyébként amit tudni kell így a csatornáról, hogy minden legális, és például amilyen zenét most hallasz, ő Tóth Janika, ugye én 18 éve zenélek én is, tehát én is billentyűzem, mint ahogy a srác, akinek most a zenéjét hallok. Jó, az Isti. Olvasd el, mit is az Isti. Niva plusz trailerrel vittük a barátom is már, igen. Igen, azt, igen, arról láttam is a képeket is, hogy le volt ülve a Nivának a hátulja. Ja. Igen. Na szóval Redzone... gépet. Redzone Gaming, tehát azok a zenék, amik az én live-jaimba mennek, arról minden egyes dologról írásos engedélyem van. Tehát engem a YouTube bácsi az nem fog tudni letiltani. Tehát nekem az Albert VVL, egy holland csávó, őtőle is írásos engedélyem van arra, hogy az ő zenéit játszam a live-omba. Tehát minden egyes ilyen zene, amit hallatszik a live-ba, erről mind írásos engedélyem van nekem. Micsoda? Vonóhorog. Vonóhorod? Van? Nem tudom, szerintem nincs. Gyula, van vonórodunk? Szerintem nincs. Nincs, de tud... Mindenkinek úgy kellett berakni külön. Jó. Ja. Ha nem gondolj, egy pillanatra elépek, hozok valami kaját fel. Jó.
De azt nem is tudom, hogy most... Hogy... Várjál el? Most nem tudom, hogy nekünk van vonórodunk? Tehát magában a játék... Nincs. Nincs, szerintem sincs. De a modokban sincs. Onnan gondolom, mert mi is leszettük a mododat, hogy ez is benn van nálunk. És nincs benne. Mi is úgy szedtünk le külön. Az egyik bugos, ami FS Games-en fönt van. Mármint, hogy mi csoda, Anti? A vontatókötél? Vontatókötél? Meg gondolsz? Isti? Vagy... Ja. Mi a... Anti? Miért Anti? Antal István. Most István Antal, vagy Antal István? István mondhatsz neki, azt jó ügyszakán. Isti Pisti. Jajá. Ó, értem, nagyon tehetséges, nagyon jók a zenék. Igen. Egyébként... Ja, a vonorúd, amit mondasz, tehát az a bagos. Értem. Ja. Tehetséges, igen, elismertem, és most pedig, ugye nem tudom, hogy még nézel-e vagy itt vagy-e, de most például ez a zene, ami most megy itt jelenleg, vagyok. Ez egy Váli Fénótások zene, tehát ez egy... Az ez, nekem is benn van valahol. Ezt tudni kell erről a mostani, ami most megy zene, erről a zenéről, annyit kell tudni, hogy ennek a zenei alapját ezt én csinálom. A kollégám, vagyis hát ugye a zenésztársam... Neked is van egy képed, nem? Nem, hát nem egy képem, több képem van benne. Egy fehér inkbe ülsz aztán. Igen, igen, igen. Tehát annyit kell tudni erről a zenéről, hogy... annyi az egész, hogy én vettem egy szintetizátort anno, és felhívtam ezt a srácot, aki énekel, hogy... Vettem egy új szintetizátort, ugye akkor már megvolt a zenekarunk, és akkor csak annyi, hogy jöjjön föl, és akkor nézze meg. Na hát ez egy 17-es panel, vagy egy 17-es panelháznak a 10. emeletén, a Napaliában készült. Ez csak egy ilyen... Tehát annyi volt, hogy megvettem a... Igen, Oliver Gáspár, ez az enyém. Tehát annyi volt, hogy megvettem a szintetizátort, hazavittem, kicsomagoltam, rá egy 10 percre ott volt a srác, benyomtam az alapot, elkezdtem játszani, és tulajdonképpen csak annyit csináltunk, hogy hát rádugtam a számítógépre, és csináltam egy ilyen hangfelvételt, és ennyi volt az egész. Igazából 64 000 megtekintés van a YouTube-on, ezen a videón. Elég, tehát nem gondoltunk mi arra, hogy ebből ilyen nagy izé lesz, és akkor lett belőle egy ilyen 20 perces, 19 perc, valahány másodperces. Jaja. És annyi, hogy ami a legdurvább ebbe az egészben, hogy azt se tudtam, hogy azon a szintetizátoron mi hogy működik, hol vannak a ritmusok, meg hol van, mi hol van. Hát nem össze-vissza, mert azért tudtad, hogy mi hol van. Hogy mi hol van így nagyjából, de egy idegen... Na itt nem vagyok. Na hello. Egy Antal István is kapott egy tiktoljást, Antal István is feliratkozott. Pisti, hát köszi szépen a feliratkozást. Hát remélem, hogy számodra kedvező. El szoktam mondani, hogy kedvező tartalmat találsz itt nálunk. Na. És ugye a Streamlabs OBS meg is köszönte neked, hogy feliratkoztál. Mindjárt felhívom. Írja az Oliver Gáspár, hogy ma egész nap erre a zenére nyomta. Na szóval annyi, hogy ez a zene, ez úgy történt, hogy elkezdtem Nappaliba nyomatni, csináltunk egy rec, benyomtam a rec gombot, és akkor ez lett belőle. Na ki jön? Na most az van, hogy... Akkor megvárjuk, amíg beszinkronizálsz, de addig megnézem a térképet, hogy mi az, ami a hatoson is izé van. Kukorica, de az hogy áll a hatos föld? Ja, ott gyom van. Illetve betakarításra kész. Jó. Akkor a hatos földre fogunk menni most, jó? Az pedig szerintem a izé előtt lesz. A telep előtt. Na megyek, mert hatra... Megyek, mert a meccsem van, további jó játékot, majd visszajövök.
ha megy a live még, oké, rendben van, R6 match, az R6, az mi az az R6? Nem vagyok otthon a cuccba. R6 Rainbow Six. Az ilyen lövöldözés? Megjöttem menet közben, kijön, yeah. Kijön. Igen, kijön. Lövöldözés. Na, akkor jó meccselés neked, Red Zone Gaming. Mit játszik? Streamlabs, R6. Mi az? Streamlabs, az kérlek szépen a Liget falusi Benjamin. R6 az ikakáló. Aha, R6 az ikakizés. Na, Benjamin az... a Streamlabs OBS az az a videóprogram, amivel te itt látod ezt az egész streamet. Na akkor megyünk a hatos földre akkor, jó? Jó, mindjárt. Valaki van az ötöne az MTZ-be? Nem, én benne ülök még a fentben. Itt a nagy kabinos, üressen meg egy fotkozat. Na közben meg lehet azt csinálni, gyerekek, hogy ezt, amit így leszedünk így a izéval, azt lehetne tárcsázni, vetni. Jó? Na, hogy csinálkodok, tapodok. Gyula! Mondd! Van valakinek egy ilyen homlokrakodós traktora? Igen, itt van a nagy kabinos. Van több is. Összetudnátok egy picit szedni a ganyét ma, az majd egy pici csomókban van, tudod, azt nem tudom, azt lehet, ja, itt van az UN-ra. A UN-nel is összetudod, ja. Igen, te tapodok, én ezt nem mondom. Na, én megfelelettem. Ebben tapodok. Ott vedd el az MTZ-t. Mindjárt hívnak. Én meg túl megyek. Az most egy jó igazi székely ételt. Megy. Erdei ételt, ezt tudja, nem is mentek. Nem, mi baj. Jó fiúk. Nyugi, majd elkapod a koronát, fej. Ne félj, nem. Jaj! Jaj! Mellém kéne, hogy gyere, Levi. Hol megyek? Ez így inkább az árokba gyere, meg kerüljük ki az oszlopokat, mert ez így... Következőre már tudsz jönni majd ebbe a nyomtávba, amit én most leszedek. Most egy kicsiket most így, hogy ma meg lehet hallgatni. Itt vagyok. Na, lesz még egy emberünk. Na, jön a Pisti? Ja. Azt hívott. Ja? Ó, hát itt egész egy menetet. Belőlem vasárnap estés végig tolhatjuk. Reggel hétre kell mennem csak melózni. Hát én nekem meg reggel 5-kor indulok. Mert én most már külső gyakszű leszek. Fiam, a mély koptárok. Akkor már ma rá kell húzni. Ma egész délután főztem a kereteket. Mindjárt megkeresem följebb a DC-linket. Ezt elküldöm neki, hogy fel tudja jönni DC-re. Itt van már... Ale Gyula! Itt van, tessék! Ott a link. Várja? Az Zuhannak a hátulját nem lehet lecsukni? Dehogy nem. Melyik gomba? Gyula? Mondja, várj egy pillanat, próbálok majd kívót csinálni. Most, hogy is kell? Hallod, Gyula? Azt hiszem, mind a két egér gombot nyomod, és akkor tolod előre az egeret, valami ilyesmi. Tényleg? Várjál, hogy csináltam én a meghívót? Ja, így. Így. Tessék! Ott a Discord meghívó. Passza, lecsúk. Oké. Okay. Köszi. Várj egy pillanatot, még innen ki kell lépjek a DC-ről. Ez az. Hexagon 2 meg. Cső, Hexagon 2. Ciao. Gyere, Levi, gyere.
Gyula, te falun élsz, vagy város? Hát én vidéken nevelkedtem, és hát 10 éve, durván 10 éve lakok Budapesten. Ja. Jajá. De én vidéken nevelkedtem. Igazi parasz gyerek vagyok egyébként. Én meg itt is vagyok. Hát... Miért a hova valósi vagy? Erdély. Mint izék eldodócska. Ha? Ó, vagy itt jobb átszégettem, meg játszottam így vele. Gyula, is itt behúzod? Jó, teli vagyok, teli vagyok. Jó, megyek oda. Behúzom. Isti Pro. Csá. Hello. Hello. Bocsi, bocsi. Jaj, gyere Miska. Jövök már. Bella. Jó reggelt. Gyula, én megrakom ezt a gonyén szórót, szépen itt eltakarítok, és én elmegyek. Oké, és? Vacsizni. Jó. Halló, Gyula. Mond. Lehet. Várjál, de még teszek rád még egy kis hangot, meg. Én hallom. Jó, csak nekem itt még közben ugye megy a játék is a filmben, meg a zene, meg minden. Én egy az egyben hallom a streamet. Ahogy kimegy, úgyhogy itt nekem elég nagy a kavalkád itt a fülemben. Vágjál, ne menjél, mert most én nekem befogyott a kép. Na. Meg lesz a Levi. Jó. Na, siker? Vágjál, mindjárt. Jogi MTZ-nek nincs csak de elmérlek. Na, akkor ha befogyott a képed, akkor izét csináld. Windows. Ja? Megvan. Meg. Mondom. Windows Control Shift jó, meg és B. Meg B. Mehetek tapadni? Üríte. Ja, jó pillanat. Ha beindult? No, ő megindult magától. Hát mondod B, hogy nyomva azt elindult. Pölcs röfre, azt megálltom, hogy megint. Na, megindult, tehát nagyon megy. Na, igen, üdítő jött. Vörösbor. Azaz. Jóó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 ó
Pokas Ábel is itt van, hello Ábel! Meggyűlünk. A szülinapos Csahol Zsolti meg még nem tette tiszteletét. Pedig valóban állva. Misi? Igen? A probléma ugyanaz, nem sikerült kapcsolódni a szerve. Pedig fönn vagyunk egy páran. Igen. Megint jöttem el odáig, hogy... Kontinentál. Ja. Szerintem lehet, hogy azt kéne csinálni. Le van frissítve? Lehet, hogy nincs lefrissítve a játékod, vagy le van frissítve? Nem, ez, nekem is ezt csinált egy időben. Milyenkor ja. Szoktam. Nem tudom, mi van vele. Amúgy le van neki frissítve, mert tegnap még játszottunk együtt. Ja. Hát akkor próbálkozni kell. Ja. Gyula, a Ganyi összemerve. Na, zsír király. Te is egy nagy Ganyi vagy. Ez csúnya volt. Nem baj. Nem lehet volna live, mondja másik felek. Jó van. Olivier, a Nightbot az előre beírt üzeneteket írt, tehát ezeket én írtam be még annó. Hát, 80 Patrikkal, úgyhogy... marad itt. Jó. Az MTZ, ez nem tudom, hogy hol volt, hova lepattunk. Ott volt a csőd.
tessen bele rosszabb. Lehet akkor tárcsázni gyerekek, meg vetni. Az gazdagon. Gazdagon. Azokat a földeket, amiket leszettünk, az mindet. Én letárcsáztam. És itt vagy? Itt vagy. Na, győz vagy, nem? Most újraindítom a Steam-et. Ja. Ja, mert tényleg neked Steam-es, nem CD-s. Gyula, neked kiroktál 19 bombot. Hol lett belefér a tiédbe? Hogy kiraktál 19 bombodokat? Nem fér veled, Deli! Meg kell forduljunk. 70%-on a tömörítés. Na, köszönöm szépen a járnapot. Na, ennyi volt. Nem is vagy ezt többet. Hát, nem tudom. Mezd, Gyula. Gyula, a Weimarkot szépen tájtottam ide a fa mellé. Úgy se ott lesz. Ja, mi? 150-nek megvan rombogon, nem tudom, hány százalék. Jó van. 44%-on jó van. Mint a T8? Jó van. A T088-on vagy melyiken? A T150-es van, nem? Jól van. Na, szerintem ennyi... A silózás az ennyi volt, gyerekek. A helyet foglalok a szeren, akkor dobják ki, jó? Oda lencsetet, ha gondolod. Oda hátra billencsed, meg hátra szelni, ma mi sikra. Jó. De én legyen magam. Sziasztok, még az tud leszek. Na, csáó. Jó, szalavi, jó. Köszi, hogy itt voltál. Én nem zom a legtöbben. Na, hogy álltok ezzel a siló taposással? Hát most gyere ide, őző, gyere bele rába. Látod? Csak várom, hogy csak ki. Éppen el van nyugodt. Csak várom. Jaj, bolond, nagy barikoló. Levigyel azt a... Dönts ki. Jó. Azt a nagyon sokat, amit... Na, azt kéne akkor csinálni a gyerekek, hogy akkor... Le kéne taposni ezt a silót. Mindjárt bemegyek az MTZ-be oda hátra. Menj. És akkor visszarakni a gépeket, és akkor mára végeztünk, jó srácok? Oké? Lellem. Ennyi. Indíts csak egy szervert, megyünk. Én, ha indíthatsz nyugodt. Jó van. Jaj, én meg itt beállok ide a... Nagy nehezen talán sikerült életet lehelnem így a végére a farmingba. Ja, az jó. Nem az 1%-ot kiírni. Ez az. Nagyon jó. Kiszenvedjük. Megint? Fölmegyek mégis? Na. Mindjárt vége. Majd akkor főgyűsz hozzá. Én nem tudom. Jaj. Elférsz? Gyere. Bocsi. Nem baj. Jaj, valami! Közben megnézem, hogy hogy vannak a cuccok. Megnézzük a térképet, meg mentek még egyet. Legyen letömítve a 100-ra, ugye? Ja. Ciket van. Jó, oké. Le is lehet amúgy takarni. Ja. Hogy jött elé? Meg van trágyázva a 16-os. És akkor betakarítása. Kész. Kicsit megszalad. Jaja. Kicsikét csak. Csak egy kicsikét. Tökéletes gyerekek. Azért elég nagyot haladtunk azért ma is. Jaja. Holnap mi a tervez holnap? Holnap nincs live. Nincs? Meg játék sincs, gondolom. Nincs játék holnap. Viszem a gyereket anyámékhoz. Úgyhogy a holnapi napom az teljesen... Teljesen elmegy. Teljesen elmegy, totál. Én is. Mi ez a hang? Azt gúr, ezt a jó tudás. Ugye? Na, ezt szeretem gyerekek, mikor mindenki tudja, hogy hol való az összes gép, tök jó.
Az U1-t azt hol szoktátok tenni, az rövidót? Hát ez igazából oda a műhelyhez, hogyha oda teszed, az teljesen jó. Na, az Andolnak itt a izéje, tökéletes. Ez is meg van rakva. Tök jó. Ó, milyen jó. Tök jó, még a Sanyi. Hány százalékom volt a merítés? 82. Aha. Kézzel is taposom, ja. Hallott? Kézzel! Én taposom! Nézd a Gyulát! Figyeld a Gyulát! Taposom! De figyeld a Gyulát! Hát, látom! Nagyon! Mit értél, Gyula? Ne markolj fel! Már 83% hallott? Az jó. Vigyázz a Gyulát, a gyugrik! Oly! Gazga, földobom a tojásokat. Akkor ki fogja indítani a másikat? Ha ki szeretné. Indíthatom én is. Ugyanez a pálya, ugyanez. Aha. Ugyanezek a modok. Minden ugyanez. Ennyi. Csak az hát nem, is legyen itt. Itt vagy. Jó. Mindjárt megvan 89%. 90. Baj! Mit hoztál? Misi? Mit nem? Vast! Cúj, Dáné! Leragad! Jaj! Annyi! Igen, a Gyulát, az nagyon így. Ja, el van. A 17-ben lehetett fölülni az izére, a gazellára, platóra, milyen király volt már. Ja, csak itt nem lehet. Ja. 17-ben a gazellánk a platójára, meg be lehetett ülni az izére a fülkébe is. Ez kurva jó már volt csinálva. Ja igen, be lehetett oda ülni, az ajtóba be lehetett állni. Gyere már, Misi! Nem kell sok, 100% jó. Vissza. Hogy egy szállt megtakarja le. Jaja. Oda lerakom a kupát, azt meg vissza-visszaszor lőbe. Takarjam le. Hát, aha. De több nincsen több. De még van itt egy földes bán aratva. A hatos. Ja. Ja, akkor Gyula nyomjad. Letakartok. Lerakom, ja. Persze, de lerakom. Vissza-visszám a gépet, oda. Egy százalékom meg is van ugye a erjedre. Na. Zsír királyság. Komoly. Az nagyon patent. Az az 1%-om ugye nagyon itt. Hol van itt a szerviz? Pontosabban. itt ahol mi vagyunk. Itt ahol mi vagyunk. Na itt van Andornak a karakter, úgyhogy ide jövünk majd fotózkodni. Jó, jó. Én is nyomok majd. Andornak a karaktere itt van. Itt van bebalzsamozva. Itt maradt Andor. Nyomjak egy kukit neki? Jaja. Jövök én is fel, fel a tetejére tudod. Ja. Egy más, egyék hátra. Gyula az nagyon jó. Hoppá! 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 Gyere! Hol vagy? Fölöttetek. Nagyon zsír. De most kell mosolyogni, tudod? Én fenn vagyok az ablakban, vagy nem tudom. Mosolyog.
Oké, megvannak a fotók. Zsírkirályság. Mindenki most olygott. Odén, megyek. Ja. Adaszi. Na jó van. Á. Akkor Misi, te indítasz egyet? Felelle. Na, srácok. Majdnem fölmentem a tetszőjére. Várj, srácok. Az ablak már gondna fölvennel. Na, hello, srácok. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Akkor segítettetek nekem. Szívesen. Mikor lesz még akkor láj? Jövő héten. Ja. Jövő héten, jó? Nem bírok közbeni, várj. Na jó van, gyerekek. Na, köszönöm szépen Leventének. Én Leventét behúzom. Hello, Levente. Itt vagy, Levi? Aszkó. De lelépett szemúrói. Ja. Köszönöm akkor Levente, neked is. Köszönöm Miskának is. Köszönöm a Sanyinak is. A Andornak is. Bencének is, mert ugye Bence is itt volt velünk a DC-n. Köszi srácok, hogy itt voltatok. Nincs majd mit. Akkor jövő héten, akkor majd megint összehozunk egy hasonlót, jó? Na, oké. Na csáó, okay. Sziasztok, csőcső, köszi. Halli. 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 Akkor Misi, te indítasz, hogy? Na, én meg a jelenlévőknek. Köszönöm nagyon szépen a figyelmet, hát kicsit hosszabbra sikerült ez a live, mint amire szerettem volna. Jövő héten ismételten jönni fogok. A hétvégén már nem fogok tudni jönni. Új gyerkőcöt viszem anyámokhoz, úgyhogy ez ilyen. Hát érkezni fogok valamivel, nem tudom mivel, lehet, hogy FS15-ből elkezdjük a sorozatot, ugye mivel Bence 2.0 támogatta a csatornát, úgyhogy majd ezt is el kell, hogy indítsam, valószínű, hogy azzal fogok majd tevékenykedni. Elméletileg most már úgy néz ki, hogy jó a gépem, tehát nem lesz lefagyás, meg nem lesz semmi, ugye ezt is bírta eddig. Úgyhogy érkezni fogok gyerekek, úgyhogy több úgy, hogy ott nem mondok, úgyhogy szevasztok, na, csácsák, köszi a figyelmet, hello. We'll be right back.